Hello, sziasztok, üdvözlünk mindenkit, én András vagyok, ez pedig a TV App című podcast sorozat legújabb adása, amelyben a Sárkányok háza második évadának az első két részéről fogunk beszélgetni. Műsorvezető kollégáim ezúttal is a Filmbarátok podcastből ismert Gergő. Sziasztok! De itt van még Ákos is. Sziasztok! Gáspár! Hát Lóri sajnos nem tudott jönni, de legalább időbe szólt, az adás kezdet előtt 7 perccel írt egy üzenetet, hogy bocsi, mégse jó. Úgyhogy igazából, aki ismeri Lórit, annak ez nem meglepetés. Ettől függetlenül szeretnénk, hogyha a későbbiekben azért ő is itt lenne a Sárkányok háza adásainál, mert szinte mindannyian szeretjük az ő meglátásait, az ő egyedi meglátásait a filmekkel, sorozatokkal kapcsolatban, meg hát ő azért nagy trónokharca rajongó, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy itt lesz a helye. De hát akkor mi is ez? Hát folytatjuk természetesen, ahogy ígértük egyébként a Sárkányok háza epizódjainak a kibeszélését, most úgy jött össze nekünk is az időbeosztásunk, hogy az első két részről így egyben fogunk nektek beszámolni, de későbbiekben, hogyha időnk engedi, akkor majd heti rendszerességgel fogjuk tehát a második évadot is kibeszélni. És ez egy recap, tehát nagy rész azért arra fogunk törekedni, hogy a fontosabb jeleneteket kibeszéljük, kielemezzük, viszont nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy nektek hogy tetszik ez a sorozat továbbra is, hogy tetszett ez a két epizód, úgyhogy írjátok le a véleményeteket a YouTube videó alatti komment szekcióban, de tudtok nekünk e-mailt is küldeni a tunap314@gmail.com címre. Fent vagyunk Facebookon és X-en is, facebook.com/radiotunap, X-en pedig az @radiotunap néven tudtok minket megtalálni, és Gergőt is megtaláljátok X-en nem más néven, mint Csabi Gergó. És Ákost is nem más néven, mint Ledox az, aki. Az én X nevem @AndrásUp. Az adás hallgatható SoundCloudon, Spotifyon és Apple Podcasten is, utóbbi kettőn, hogyha 5 csillagos értékeléssel támogatok minket, azt nagyon szépen megköszönjük, illetve Patreon oldalunk is van, amin keresztül tudtok minket támogatni, patreon.com/radiotunaup. Na, hát akkor kezdjük el a Sárkányok háza második évadának a kibeszélését. Ugye az előző évad az 2022-ben látott napvilágot, és akkor is végigkövettük ugye az epizódoknak a kibeszélését. Nem tudom, mennyire emlékeztek azokra az adásokra, de ott én voltam ugye a legnegatívabb ember. Én is igazából jó sorozatnak tartottam, de összességében nekem kicsit egy ilyen enyhén haloványabb másolata volt a Trónok harcának minden tekintetben. Nyilván ezzel kapcsolatban kicsit egyedül is maradtam így a véleményemmel, de kíváncsi vagyok, hogy azóta így nektek ez a sorozat hogy maradt meg az emléketekben, és hogy ez az első két rész összességében hogy tetszett. Most kivételesen ne Gergő kezdje, hanem Gáspár, mert ő volt talán a legnagyobb fangörje ennek a sorozatnak. Igen? Nem. Igen. Akkor ezt is megtudtam. Igen, én magukra kibeszélőkre azért olyan vastagon nem emlékszem, de mondjuk ez a sorozatra is többé-kevésbé igaz volt, azért hogy megnéztem egy 15 perces recapet a második évad előtt, és hát azért volt olyan, hogy vakartam a fejem, hogy aha, ez is történt. Ilyen is volt, meg ilyen karakter is volt. De úgy nagyjából azért az alapvető tematika, meg a felállása az oldalaknak az úgy, ahogy rém lett. De hát azért mindenképp kellett egy recap hozzá. De nekem abszolút az volt az emlékeimben, hogy ez egy tök jó sorozat. Jó volt ez a politikai mahináció, meg ezek az öröklési témák, szálak, krémek, amiknek van igények, igen. Néha nem jutnak majd eszembe a szavak magyarul, bocs. Tehát, hogy kinek milyen igénye van a trónra, és mi alapon van, stb. És igen, ugye az első évadban az volt egy picit meglepő, hogy tényleg az egész évad az arra ment rá, hogy az alaphelyzetet egyáltalán felvázolja, és eljussunk hát gyakorlatilag a nagy összeütközésnek, vagy a nagy konfliktusnak a legeslegelejére. Ami, vagy hát nem a legeslegelejére, de hogy ahol ez igazából elkezdődik, ez egy picit
meglepő volt számomra, de tulajdonképpen megnézve a Recap-et, azt éreztem, hogy igen, ez kell. Kellett ennyi építkezés, kellett ennyire a bocsánat, az elejéről kezdeni a dolgokat ahhoz, hogy tényleg összeálljon az, hogy melyik oldalnak mik a motivációi, kik a szereplői, kik a résztvevői, ők milyen viszonyban vannak egymással, a két oldal milyen viszonyban van egymással, és így lett az egész konfliktusnak egy nagyon jó alapja, és hát ez a konfliktus, hát még nem azt mondom, hogy kitört még ebben az évadban, vagy ebben a két részben, de az látszik, hogy amit alapokat letettek az első évadban, arra most erősen építenek, és viszik tovább az összes szállat. És én ebben a két részben is nagyon élveztem azt, hogy tulajdonképpen sokkal kevésbé akció, vagy sokkal kevésbé történik ténylegesen bármi, vagy ténylegesen nagy esemény, hanem sokkal inkább a machinációk, meg a ha én ezt csinálom, akkor ezt gondolja, ez történik, az történik, ilyen politikai ügyeskedés zajlott, és én ezt baromira élveztem. Én nagyon, nagyon szeretem, hogyha egy ilyen téma jól meg van írva, és itt azt érsz, hogy ez egy nagyon jól meg van írva eddig, tehát tényleg ilyen politikai thriller gyakorlatilag ez a sorozat, vagy egy része. És mint ilyen nekem nem azt mondom, hogy jobban bejön, mint a Trónok harca, mert nyilván kicsit összehasonlíthatatlan, vagy valamennyire összehasonlíthatatlan, de hogy én nagyon élvezem ezt, hogy nem vadak jönnek, meg nem a White Walkerek jönnek, meg nem az ilyenek, hanem tényleg ilyen királydráma és politikai thriller keveréke van. Emberek szövik a szálakat, ugye azért a Trónok harcában is baromi élvezetesek voltak, amikor a Kisúj meg a Varys keverték a szart, és itt is azt érzem, hogy nagyon, nagyon sok potenciál és lehetőség van arra, hogy ilyen és ehhez hasonló dolgok történjenek, és elébe menve a pofonnak, hogy azt gondolom, vagy úgy emlékszem, hogy András, neked az volt talán a kritikát, hogy maguk a karakterek annyira nem állnak közel hozzá, nem egy... Én azt éreztem, most volt ebben a két részben egy olyan pillanat, ahol nekem ez nagyon egy ponton nagyon a megfordult, tehát nagyon volt egy nagyon-nagyon erős karakter pillanat. De én azt érzem, hogy hát ha nagyon akarom, akkor értem, amit mondasz, de engem nem zavar. Tehát engem az ahhoz, hogy egy... Tehát, na még egyszer. Engem nagyon szórakoztat a jól megírt politikai része, és ami ahhoz kell, hogy ez a politikai része működjön, karakterek szintjén, az és annyira nekem ott van és fel van rakva. Tehát nekem nincs hiányom a mélyebb érzelmekről, mert nekem a politikáról szól, és az meg az működik. És ahhoz elég. Pont. Gergő? Összességében amúgy én is ugye a kedvelők táborába tartoztam, és szerintem, hogy nagyon-nagyon sok embernek kicsit új perspektívába teszi a Sárkányok házát az, hogyha mondjuk újra nézitek az első, meg mondjuk a második Trónok harca évadot, látványosan, magabiztosabban és amúgy jobban van megcsinálva a Sárkányok ház, és itt nem csak a technikai színvonalról beszélek, hanem tényleg arról, hogy a kreativitás sokkal jobban jelen van, az egyes jelenetek szerintem jobban vannak dramatizálva és izgalmasabb. Nagyon sokat szépült a Trónok harca, maga a Trónok harcasága miatt amúgy szerintem, és hogy nagyon sokan már tényleg ezt a már nosztalgikus élmény a Trónok harca nekik, és én azt érzem, hogy csak abban áll az első két évad a Trónok harcának, csak annyiban áll a Sárkányok az első két évad a fölött, vagy első évad a fölött tulajdonképpen, és én ezt kimerem jelenteni. Nézzétek meg, és tényleg nagyon-nagyon más lesz szerintem a megítélése a dolognak. Minden esetre én nyilván nagyon vártam, nagyon kíváncsi voltam rá, és itt az első kettő epizód szerintem így eddig a sorozatnak, így a színvonalának a abszolút a magasabb
küszöbén átsorog érzésem szerint, mert egyrészt ugye tényleg működik a politikai mahináció, amit a Gáspár ugye felvázolt, mesélt, és változtak a hatalmi berendezkedések, voltak itt nem csak mondjuk szájtépős nagy megfejtések, hanem mondjuk próbálkoztak valamiféle ilyen tedbeli akcióval is, és az is ugye mind a két jelenben azért elég húzós dolgok történtek érzésem szerint. Ezeknek a drámai vonala is jól ki lett kerekítve. Az első évadnak ugye a fináléja, amikor ugye meghalt ugye a Renirának az egyik gyermeke, ugye annak azért elég komoly utóhatásai vannak, tehát tudod, nem az van, hogy van valami nagy dolog az első évad végén, és akkor azt így egy ilyen két perc alatt lerendezik, ez a lusta cliffhanger írás, hanem még mindig szinte az a mozgató motorja ennek az évadnak, és a Renirának a döntéseinek. Úgyhogy szerintem mi ezt akarjuk egy sorozattól, nem? Hogy tudatosan, átgondoltan haladjon előre, és ne az legyen, hogy így belengetnek nekünk ilyen abszolút hamis és fals ígéreteket, hogy utána pedig ellustázzák az egészet. Én nem ezt érzem ezen a sorozaton, én nekem újra így a mozgóképes élményeimnek abszolút a csúcsa jelenleg az, amikor a héten érkezik az új House of the Dragon epizód. Úgyhogy én ezt szeretem, nekem ez tetszik. Akkor jöjjön Ákos. Ezt miért így mondtad? Ránéztem a nevedre, és hatalmasan sóhajtottam. Ja, de én csak csatlakozni tudok. Én amikor megnéztem az első részt a múlt héten, akkor jöttem rá, hogy mennyire hiányzott ez a sorozat, és ez azért is van, ugye, mert ahogy annak idején, ha jól emlékszem, én is tökre szerettem a Sárkányok házat, de nyilván az 2 éve volt, és már így nehéz visszagondolni arra, hogy most akkor az milyen is volt valójában. De arra emlékeztem, hogy jó, de így az első rész, a második évad első rész így visszahozta azt, hogy ja, tényleg ez nagyon jó. És így de jó, hogy itt van egy hétfői nap, amikor jön ez a sorozat, és akkor erre tudunk koncentrálni, és minőségi sorozatot tudunk nézni. Kacsint. De hogy az, hogy tényleg az első évad ennek a sorozatnak az tényleg a Trónok Harca jobb évadjaihoz ért fel, és inkább tényleg ezekre a politikai machinációkra helyezte a hangsúlyt, ami jóval izgalmasabb, és jobban megírt egyébként, mint így az elmúlt nem tudom hány Trónok Harca évad, így talán a 6-7-8. Szóval ez egy ilyen felüldés volt, és így a második évadra is eddig ez elmondható, sőt, szerintem még nekem jobban is tetszik ez az évad abban a szempontból, hogy az első évad az eleje az, ha jól emlékeztek ti is, akkor hát a pacing ott nem volt annyira rendben, tehát ott azért ott időugrások voltak, meg egy kicsit ilyen fejkapkodások, hogy akkor most hova kerültünk időbe, kinek a fia ez, kinek a lánya ez, ki ez. Itt is van ez, tehát, hogy így 2 év után én is egy recapet megnéztem, és akkor én is így néha néztem, hogy oké, ez akkor ő kicsoda, hogy most így a második részén meglepődtem, hogy a fekete csaj így leapámozta a démont, én ezt el is felejtettem konkrétan. Ott felröhögtem egy kicsit. Igen. De így vannak ilyen dolgok. Amúgy akkor ezt így bedobom, hogy én viszont recap nélkül néztem meg az első epizódot, és kurva keserves volt. Nagyon-nagyon nehéz volt, mert sok kibeszélőt csináltam róla, ugye az epizódokat szerintem 2-szer meg néztem az összes, hogy nem lesz itt para. Aztán rájöttem, hogy ó, Gergő, mennyire túlbecsülötte saját magadat. Úgyhogy utána már néztem a második epizód előtt egy recapet, és akkor már úgy nagyjából... Az első epizódról néztél egy recapet. Hát amúgy arról is néztem utána, de tényleg nagyon kellett hozzá, úgyhogy iszonyatosan nagy hülye voltam, hogy én ezt így bevállaltam. Kicsit szórakoztató volt, csak kicsit olyan volt, mintha egy új Knives Out történetet néznék, hogy kapkodom a fejet, hogy mi van? Igen. Egy új perspektíva. Igen, tehát ez nagyon
kell az, hogy a lort így tudja az ember, meg így ezt a családfát, hogy akkor kinek a mie, és ez így nagyon érződik. De ez én úgy emlékszem, a Trónok harcánál is nekem így gondom volt, annak ellenére, hogy olvastam a könyveket, hogy így megjött az új évad. Mi is volt a legutóbbi évadban? És akkor az első pár rész arról szólt, hogy így még ráhangolódik a néző, legalábbis én, hogy jó, akkor most itt rendben vagyunk, és így a harmadik, negyedik részén már úgy rendben szokott lenni az ember. Itt is így van, vagy így lesz szerintem. Én nagyon örülök, hogy visszatért, azért még mindig egy olyan magas színvonalat képvisel ez a sorozat, meg az HBO, ami azért nem található meg más platformokon, és azért az, hogy ez a Trónok harca spin-off sorozat, ez még mindig egy óriási, tényleg ilyen eseménynek hat, vagy nekem, igen? Viszont nem nekem igen, viszont azt akartam mondani, hogy közben meg nem érzem azt így a nem tudom, a közösségi médiában nem látom azt, hogy így ráhájpolódtak volna erre az emberek, hogy most itt van az új sárkányok háza, ez, ami furi. Szerintem pont azért, mert tehát ez úgy tűnik, hogy az a sorozat, ami ugye pont azért, mert inkább az írásról, meg a politikáról szól, ezért szerintem egy sokkal szűkebb rétegnek működik. Azt gondolom, hogy annak a rétegnek, én nem tudom, hogy milyennek így az általános fogadtatása, nem tudom, online, meg kritikusi, meg stb. Körökben, tehát én a saját véleményemről tudok, meg mindjárt a tietekről. De hogy azt gondolom, hogy tehát, érted, ez nem az a sorozat, amiben azt tudod mondani, hogy te láttad, amikor jött a sárkány, és hanem ez az a sorozat, amikor itt a könyökfoltos zakunkba pipázgatva eldiskurálunk arról, hogy igen, milyen jól meg volt írva, és milyen politikai mahinációk és trón követelésekről szólt ez a rész. Uh-huh. És hogy ezért, tehát nyilván ez a réteg, akinek ez működik, azt szerintem egyre kevésbé csupa nagybetűvel Twitteren izomból örül neki, hogy jaj, kivonta a fénykardját a Wuki, jaj! Szóval én szerintem ez benne van. Tessék? Még azt sem tette. És még a jó, tehát na, de hát érted, tehát hogy szerintem más a réteg, és azért nincs feltétlenül ekkora ilyen jogos, igen. Ilyen típusú hype-ja. Igen, igen. Ez egy jogos érv lehet. Meg egy kis negatívum, és ezt már így mondtam nektek így a múltkori akolitus beszélgetésben, hogy nekem olyan fura ennek a sorozatnak a fényképezése, tehát nem tudom, csak én érzem ezt, de hogy olyan nem... Arról már beszélgethetünk most, hogy már van véleményem róla. Jó, a sárkányok házának fura. Aha, igen, hogy ugye a Trónok harcához összehasonlítva, nekem sokkal ilyen műanyagabb, és ilyen furán van fényelve, vagy nem tudom, csak én érzem ezt, de hogy igen, tehát ez így, ez zavar, de hát ez ilyen nagyon nitpick. Ez az első két rész, ez szerintem nagyon jó volt. És lehet, hogy nem, megint Apple Watch-on kéne nézni a sorozaton. Ja, hogy lecserélem. Azt, mint ahogy szoktad. Lecserélem egy nagyobb telefonra. Egy, nem tudom, hogy az iPodon, egy régi iPodon esetleg. Igen, ami be van törve félig. Mindenek előtt én most gyorsan rákerestem itt a nézettségi adatokra, és ezt kezeljétek óvatosan, de most azt láttam, hogy ugye a premiért azt ilyen 7,8 millióan nézték. Az átlagosan a második évad Trónok harca epizódjai 11,6 millió ember nézte, és az utolsó évadot már 46 millió ember nézte. Tehát brutális számokat produkált a végén a Trónok harca, meg egyébként az elején is jobban nézték az emberek, ami nem tudom, hogy ennek ezer oka lehet, nyilvánvalóan akkor azért kevesebb sorozat volt talán így nem is volt streaming, kezdjük ott meg így mindenhol. Hát a lineáris tévézés az nagyon-nagyon sokat fakult azóta, tehát azok, akik bekapcsolják az HBO-t és leteszik a kis seggüket a kanapéra, az
szerintem tényleg tized elődött kávé. Meg ez a láz, ez biztos, hogy lecsengett. Tehát, hogy azért a Trónok harca az egy lassan, de lángoló fáklya volt, ami aztán kialudt, de az a fáklya az igen hosszú ideig lángolt, és most már szerintem igenis annyi néznivaló van, meg annyiféle sorozat, meg film, meg mindenféle, hogy így csak az ilyen hardcore-abb fanok maradtak meg nézőnek. Nem hiszem, hogy a Sárkányok háza bármi újat tudna adni nézőknek, ami a Trónok harca nem adott nekik. Tehát ilyen szempontból is szerintem érthető a kevesebb lelkesedés. Igen, volt valami vakkantás. Az, hogy igen, meg az, hogy nem robbant be. Tehát nem, nyilván mind az első évadnak, meg most már másodiknak is ez a dramaturgiája, hogy szépen lineárisan építkezik. És kifejt, hagy időt rá, vannak közben kis karakterpillanatok, stb. De hogy nem, tehát nincs ez, nem volt az elején egy olyan, nem tudom, hogy hook, ami ha megnézi az első évadot, nem tudom én, x millió ember, akkor azt mondja a haverjának, hogy fú, bazd meg, tök érdekes volt, hogy mi fog történni, fogalmam nincs, nézd meg te is, és akkor megnézi még egyszer annyi millió, és végignézik a sorozatot, mert érdekli őket, hogy mit tudom én, mi lesz a csavar, vagy mi lesz a misztériumnak a megfejtése, és ugye itt ez nincsen, hanem az van, hogy építkezik egy történet, ami lineárisan megy előre, kurva jól van megcsinálva, és én egyébként az első évadra is így visszanézve, nyilván a recap alapján azt látom, hogy tök jó, hogy lassan haladt, és mindenre volt idő, és itt a második évadban is eddig abszolút azt érzem, hogy nem nyújtják, hanem mindenre van annyi idő hagyva, amennyi kell. Csak nem ez a TikTok generációnak a receptje. Hát jó, de azért ne úgy csináljunk, mintha csak TikTok generációnak szóval tartalom készülne. Tehát azért az utódlás lement 4 évadon keresztül, és zseniális volt. Tehát szerintem megtalálja ez is a maga néző közönségét. Persze. Jó, de annak milyen nézettsége volt? Hát tudom, nézzétek meg, hát gondolom már az, hogy egyetem berendelte az HBO az újabb és újabb évadokat talán vállalható volt, de minden esetre nekem a véleményem igazából semmit nem változott az első évad óta, és a második évad két része alapján sem, mindenben ugyanazt gondolom, mint Gáspár, csak osztva kettővel, tehát hogy így nem kurva jó, hanem jó, nem zseniális, hanem elég király, de továbbra is az a bajom, hogy én viszont nem érzem azt, amit Gergő meg Ákos, hogy hú, de várom a nem tudom melyik napot, hogy újra itt van a Sárkányok háza, hanem hogy ja, fenn van, jó, akkor megnézem, és így lemegy a rész, és így történik egy-két érdekes dolog, de egyszerűen ugye az átlagos beszélgetős jelenetek, még hogyha egyébként dialóg szintjén jól is vannak megírva, számomra azért, mert ugye ezek a karakterek számomra sokkal érdektelenebbek, mint a Trónok harcába bárki, ezért kevésbé kötnek le, meg kevésbé tud bevonzani annyira. De ezt nem azt mondom, hogy ez rossz, mert igazából megbékéltem már ezzel a fajta véleményemmel, remélem a hallgatók is így tesznek, tehát hogy most nem arról beszélek, hogy ez egy rossz sorozat, meg hogy szar, meg hogy Trónok harca Isten király elejétől a végéig, csak ami 2022-ben ez nekem inkább egy csalódásként jött le, hogy itt van egy sorozat, amit mindenki az egekbe hype-ol, én meg csak annyit tudok rámondani, hogy korrekt előzmény. Most már így ezt így elfogadtam, hogy nem lesz meg benne ugyanaz a fajta tűz számomra, meg ugyanaz a fajta, hát lerágom a körmem, mert annyira király a Tyrion bármelyik mondata, vagy a Varys és Peter Baelish szócsatája, vagy akár Ned Stark karaktere, hanem itt van ez a tök jó sorozat, aki egyébként számomra elvesztette a legérdekesebb figuráját, ugye hogy hívták a Viserys, Paddy Considine alakításában, talán ő volt a szíve lelke szerintem az első évadnak, és itt a második évadra számomra nem maradt szinte egyetlen olyan karakter se, aki bármilyen szinten érdekelne a sorsa, vagy inkább azt mondanám, hogy megsiratnám a halálát, vagy felzaklatna a halálat. Tehát igazából mindenki szinte egy ilyen aljadék ember, aki különböző traumák hatására vált olyanná, amilyenné,
amivel nincs alapvetően baj, mert ha ez egy tudatos választás az alkotók részéről, akkor abszolút rendben van, csak emiatt, mint néző is, én kevésbé vagyok bevonódva a történetbe, mert azért a Trónok harca első pár évada is inkább a királydrámáról szólt, tehát ott is nagyon kevés fantasy elem volt megtalálható, tehát konkrétan az első évad az csak a Ned Stark nyomozásáról szólt, hogy akkor kik a fattyak, meg akkor most a Lannisterek mit művelnek egymással, stb. Stb. És akkor második évadra kezdett valami kis háborúféle kialakulni, de az is csak úgy visszafogottan, és aztán később jött be ez a fantasy szál. Tehát ilyen szempontból én nem látom annyira eltérőnek a Sárkányok házának a hozzáállását a politikai témájához. Más mondani valóval dolgozik. Tehát itt ez a nők és a férfiak szerepe, amiről sokat beszéltünk az első évadban, ugye a patriarhátus, meg ugye a nőkkel szembeni erőszak, az sokkal nagyobb szerepet kap szerintem ebbe a sorozatba. Ami viszont olyan szempontból jó, hogy legalább nem ugyanazt próbálják csinálni teljes mértékben, mint a Trónok harca, hanem kicsit. Hát ez biztos sokak számára zavaróan, de ilyen azért kortársabb kérdéseket feszegett ez a széria. Úgyhogy szerintem jó volt, de azért az első két rész szerintem eléggé lassan építkezett, tehát konkrétan esemény az ugye nem sok minden történt, illetve ami történt, abban is volt egy kész szerintem elég bután megvalósított pillanat, ami inkább csak így vakartam a fejem, és nem sokkolódtam le, de összességében azt mondanám, hogy természetesen egy iszonyatosan minőségi sorozatról beszélünk, kiválóan megírt párbeszédekkel, jól összerakott történettel, és ennyi. Tehát örülünk, hogy van, és nézzük. Ja, ja, abszolút. Még annyit kell elmondani, hogy a két kreatőrje volt eddig a sorozatnak, ugye Ryan Kandal és Miguel Szapostnik. Miguel Szapostnik egyébként a Trónok harca után legjobb epizódjait rendezte korábban, és ő a második évadra már nem tért vissza, tehát ő kilépett, és hát mondhatni helyére jött Ellen Taylor, hogy a Gáspár a kedvenc filmünk a Terminator Genesis rendezője, és a Thor 2 rendezője, aki egyébként a Trónok harca első pár évadában is viszonylag jobb epizódokat rendezett, tehát itt most szerintem ő lett így a fő alkotó, ami értem, egy kicsit sajnálok, mert a Szapostnik az nagyon jó rendező volt szerintem, tehát neki nem volt olyan epizódja, amiben nem volt valami kiemelkedő esnittes jelenet, vagy ügyesen felvett jelenet, vagy jó montázs jelenet. Számomra eddig ez kicsit ilyen rutin tévémunka eddig, de azért a Taylor se egy rossz rendező, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz ki majd a későbbi eseményekből. Ja. Illetve még egy kis játék a hallgatóknak, hogy aki nagyon ismer minket, meg hallgatott minket, akkor emlékeztek-e, hogy ki volt Jenő a Sárkányok házából, és a nyertesek közül kisorsolunk egy, nem tudom, mit, aranypatkányt, vagy mit? Aranypatkány. Aranypatkány díj. Tehát ki volt Jenő? Ezt írjátok meg. Jó, mielőtt belevágunk az eseményekbe, új intro van, de ugyanaz a zene, bármi vélemény. Hát a zene az ő mindig ilyen, miért? Köszönöm, azt hittem csak én hogy a vizualitás az maradhatott volna, a zenét kellett volna lecserélni. Igen. Ezt nem fogjuk elengedni sajnos. Egyébként a vizualitás szerintem nagyon gyönyörű, ez a szőtt test, ahogy ugye, hogy egy ilyen történetet elmesélnek vele, az szerintem sokkal jobb, mint az első, vagy hát nekem legalábbis így esztétikusabb, mint az első részé, és a vér. Sokkal izgalmasabb. Hát így is mondhatjuk, hogy a vér, hogy a szőtt test, de hogy a zene, attól én még mindig vagyok, annyira nem ez a sorozat, tehát ez a hangulat, amit ez a Trónokharca főcímzene ad, ez nem a Sárkányok háza, tehát nem ezt a hangulatot adja maga a sorozat. És ez roppant zavaró, nem tudom, ez nem. És azt azért nem zavaró, mert volt külön témája, akár a Renirának, akár a Greeneknek, vagy a Targaryeneknek, tehát hogy vannak itt témák, nem arról van szó, hogy a sorozatban is a Nestár témáját halljuk 500-adjára, hanem gondolom ez gyávaságból, vagy mert jaj, akkor így ugyanazt az érzést megadjuk a nézőnek, mint akkor. Mindjárt Gáspár úgyis beszól, ez nem egy hatalmas probléma, de azért szerintem számomra ez nem a legjobb döntés volt, amit meghozhattak. Igen.
Hát ezt amúgy biztos, hogy valami öltönyös hozta meg. Tehát, hogy ez tuti nem kreatív döntés volt. Ez nem a kreatív oldalról érkezett szerintem. Vagyis hát nagyon-nagyon remélem, mert ez viszont tényleg már ez a... Ez már a Disney módi. Igen. Ezt nem tudom szebben mondani, mert tényleg maga a vizuál, az tök rendben van. Tehát, hogy ez a, hát nem is olyan fali szőnyeg lesz, hogy azt lehet így szépen hívni, de maga az elgondolása, megvalósítása, az egy, tényleg egy még mindig trónokharcás, de ugyanakkor meg tényleg ott van ez a nagy történelemkönyv jellege. Mert még az első évad az a dinasztiákról szólt, tehát tényleg így a vérvonalakról, meg a minden, ez pedig már kicsit egy olyan hatást kelt, mint hogyha mi egy nagy történelemkönyvet néznénk. És a trónok harcában ott pedig ugye inkább ott a térképet néztük, ott így láttuk azt, hogy milyen óriási Westerosnak a világa, és akkor most kaptunk ugye egy időbeli dimenziót, és akkor így váltunk egy ilyen történelemkönyvé. És ez szerintem egy nagyon-nagyon okos megoldás. Szóval. Ja, nem szólok be, én igazából amikor elindult az első főcím, akkor már így tudtam, hogy igen, ez lesz, kicsit én is sóhajtottam, hogy jó, hát oké, egyet értek vele koncepció szintjén, hogy mi a faszér ez van, de fel voltam rá készülve, tehát nem okozott ez ilyen nagyon nagy törést az életembe, persze tök jó lenne, ha lenne valami legalább ilyen fasz a saját főcíme, vagy főcím zenéje. De maga a vizuál, azt szerintem is tök jó volt, és így ezt tudom mondani, hogy hát, jó, oké. És akkor ugye az első részről szerintem nem kell annyira részletesen beszélni, mert azért nagy rész tényleg egy ilyen ki mit csinál, ki hol van éppen, mi a helyzet, és akkor a végén történik egy durva dolog. Úgyhogy kezdjünk akkor bele, ugye Team Black meg Team Green, tehát a fekete csapat meg a zöld csapat van ugye egymásnak feszülve, a fekete csapattal kezdjük, és már rögtön egy ilyen nosztalgikus jelenettel zúdít ránk a sorozat egy adag emléket, ugye Deresbe, Winterfellbe, illetve Északon vagyunk, felcsendül a Stark téma, és akkor Jace találkozik Kriegen Starkkal, az az én szegénységi bizonyítványom, hogy rohadtan nem ismertem fel a Jace-t, tehát szerintem elég nagyobb miatt. Én sem megnyugtatlak. Akkor jó, fogalmam volt, hogy ki ez. Csak én nagyon sok szempontból probléma ez, hogy két év telik el az évadok között, főleg gyerekszínészek esetén. Hát egyrészt az, hogy ugye a hülye néző az elfelejti, hogy mik történt, én például, és hogy a gyerekszínész, aki felült egy sárkány hátára, és mire odaért addigra, meg már konkrétan belépett a pubertásba. Nagyon messze van, Deres. Ennyire nagy Westeros, igen. Tehát jobban kezeli ez a sorozat amúgy az időt, mint a Game of Thrones az utolsó évadában. Igen. Gigalike. Lehet, hogy egy kicsit ilyen túlkompenzálták most, hogy ott ugye 5 perc alatt értek el, és akkor mondjuk meg 2 év alatt. Lehet, hogy valahogy meg kell találni a kettő között az arany középutat. Kicsit eltévedt a gyerek. Na igen, szóval megérkezik valaki Deresbe, Kriegen Starkkal beszélget, és igazából szokásos szöveget halljuk Starktól, hogy Winter is coming, meg jönnek a mások, hogy hát nem mondják ki mások, de valaki rossz, és akkor azt hiszem az, hogy ők melléjük állnak, és akkor megkapja a hírt, hogy sajnos a testvére elhunyt. De ez szerintem egy tök jó kezdés volt, mert így, tehát az első évadban ugye nem láttuk Derest, és most így egyszerre itt vagyunk, és így, tehát éreztem, hogy mi az alkotók szándéka, hogy így egyszerre ismerős legyen a nézőnek, aki 7 éve nem látott trónokharc spin-offot, hogy ja, igen, ez a Westeros világa, és hazaértem, tehát, és egyébként volt is, tehát ez egy olyan fanservice is, ami történetbe is elfér. Disney, nézd, így kell csinálni. Úgyhogy szerintem ennek volt helye. Én azon rögtem egyébként, hogy ugye ilyen narrációval indul az egész epizód itt Deresben, és a csávónak, a Starknak tök olyan hangja volt, mint a Kit Harington-nak, és azt hittem, hogy a Jon Snow így narrál, vagy nem tudom. Nagyon még csak egy hópihe volt. Jaj. Ja, úgyhogy ez szerintem tök jó kezdés volt. Én
támogatom, hogy én is egyetértek. Nekem nem volt bajom a gyerek felismerésével, bár ez igazából inkább abból származott, hogy a recap alapján tudtam, hogy ugye ott hagytuk el az egyik srácot, hogy akkor te menjél el éjszakra a Starkokhoz, a másik meg menjen el a Baratheonokhoz, és ugye azt láttuk, hogy a Baratheonossal mi történt, és ezután nekem így oké volt, hogy nem okozott egy fejtörés, hogy ki ez, hogy ha láttam éjszakot és Winterfellt, hogy jó, akkor a másik gyerek mit működik itt. De ettől függetlenül szerintem is tök jó volt, hogy tényleg ilyen minimál fanservice, van hely a sorozatban, de nem durogtatott mindenki feleslegesen, nem tudom, ilyen kacsingatós idézeteket, meg hülyeségeket, hanem igazából tök természetes módon megtörténtek azok a jelenetek, amiknek mondjuk így éjszakon kötelező jelleggel meg kell történnie, tehát felmennek a falra, elnéznek a fal mögé, kétértelmű megjegyzéseket tesznek valami közelgő gonoszról, meg elmondják, hogy Winter is coming, és... Sombin akcentusában természetesen. Persze, nyilván északi akcentussal kell mondani, és ennyi. De hogy szerintem ez tényleg, amit Ákos mondta, hogy így kell ízlésesen, és nem hiszem, hogy itt nagyon sokat le fogunk ragadni, vagy kellett volna leragadni. Ebben pont ennyi volt, hogy tényleg egy kicsit így azt mondta, hogy na, jó, akkor itt is voltunk, csettintettem elégedetten, és kész, és akkor mehetünk vissza a többi helyekre. Hát meg amúgy ezzel mennyire könnyű belekerülni ebbe a világba, ebbe az egész trónokharca hangulatba, mert ugye tényleg ezáltal definiáltuk kb. A sorozatot annó, tehát éjszakkal, a fallal, a téllel, a nagyon-nagyon beöltözött nagykardos férfiakkal. ez volt szerintem így a key visual ebből a szempontból, és hogy azonnal sinem van szerintem a néző, amikor ezt a pár percet így végignézi, és akkor így azt érzi, hogy ja, itthon vagyok, király. Ami hasonlót akar csinálni a harmadik legendás állatok film is, csak ott már egy annyira fos alapanyagból építkeztünk, hogy már hiába, amikor megláttuk ugye Roxfortot, és felcseddőt a Harry Potter muzsika, hát ott kevésbé váltott ki ilyen pozitív hatás, de tudom, hogy Ákos imádta azt a filmet, úgyhogy akkor az elsőt igen szerettem, de te a másodikról beszélsz, most nem a harmadikról. Másodikban volt ez a meggalagony, hogy már él, mielőtt megszületett. 300 éves meggalagony, igen. Jó. Igen, abban. Elnézést, hát nem emlékeztem pontosan a legendás állatok filmekre. Elég nagy szégyen. De legalább Ákos emlékezett rá, hiszen... Igen, ami még nagyobb szégyen. Igen. Ja, így jó, na hát akkor ennyi volt az éjszak, és akkor rövid jelenetben látjuk Démont és Trénist, akik összefeszülnek, összeakasztják a bajszukat, mert ugye hát ugye itt Démon kicsit nehezte Rhaenyra, nem tudom, emlékeztek-e, biztos a recapekben benne volt, hogy az előző évadban lett volna a Rhaenysnek lehetőség arra, hogy kipucolja az egész Team Green-t, tehát amikor a sárkányával berobbantod abba a szentébe, és akkor mindenkit ott összefosatott, végül nem tette meg, úgyhogy itt azért ennek most láthatjuk az utóhatását, illetve a következményeit, úgyhogy ennyi-bennyi. Egy kis apró kritika, valahogy nekem ebben a második évadban a Matt Smith kicsit röhelyessé vált, de lehet, hogy ez csak az én szegénységi bizonyítványom, nekem annyira nem passzol ez a csávó ebbe a trónok arcába, hogy az ami hihetetlen. Tehát tök jól játszik, meg tök jó a karakter, de a kettő nekem annyira nem passzol össze a fejével. Egy ilyen, nekem a Doctor Who marad ő örökké, és én nem tudom komolyan venni a Démont. De lehet, hogy nem is kell, tehát lehet, hogy ő egy ilyen enyhén parodisztikus, kiszámíthatatlan gyökér karakter. Csak, hát egy felnőtt Joffrey amúgy szerintem, de kb. Néha azt érzem, hogy félni kéne tőle, meg úgy tartani tőle, de mindig röhögök rajta, és de, igen. Szomorú. Ugye az első évadnál volt egy törés, arra emlékszem, amikor egy ideig ilyen feszültségteljes volt az a karakter, hogyha megjelent, akkor ilyen volt egy ilyen menacing jelenléte, és aztán ott volt az a csata, és akkor ott volt egy időugrás, és utána lett egy ilyen bölcsebb, ilyen... Kis papucs lett. Papucs férj. Igen, így is mondhatjuk. És szerintem onnantól, tehát a karakter úgymond beérett, vagy hát megváltozott, tehát húztak egy Jamie Lannistert vele szerintem, csak így off-screen.
És ezt látjuk, tehát nem tudom, tehát így nekem a Matt Smith, mint nem tudom, entitás ebben a sorozatban, engem nem zavar, szerintem elfér, csak még nem is kapott akkor a reflektorfényt, tehát volt 3 jelenet ebben a 2 részben, összesen vagy 4, tehát hogy nem volt olyan sok jelenléte. Inkább az ő helyét majd vagy már most átvett ugye az Aemond, meg már az első évadban is, tehát ez a menacing jelenlét, az inkább az Aemondhoz köthető. A démon, vagy az, majdnem kimondtam. Na jó, lehet mit kivágni. Gergő nyerte aranyszarc, vagy mit. Ja, igen. Szóval ő egy ilyen, hát igen, tehát egy kicsit ilyen visszahúzódóbb lett, de azért második részben itt most húztak vele is egy nem meglepő, de hogy megint előjött belőle az OG démon. Hát vagy, és én pont azt akarom mondani, hogy vagy pont ez volt a lényeg, hogy igazából ő soha nem érett be, vagy soha nem nyugodott le ténylegesen, csak azzal, hogy ő neki van egy ilyen saját titkos terve, tehát hogy ő soha nem tett le arról, hogy uralkodjon, vagy lehet, hogy letett egy adott ponton, és aztán visszajött. De hogy most abszolút benne van az, hogy most akkor ő tényleg a Renirát támogatja, vagy tényleg azzal, amit a Renira mondott rá, vagy neki ebben a jelenetben, hogy ő igazából csak ugyanúgy saját maga akar, mármint a démon akar továbbra is az uralkodó lenni, és most éppen a Renira a legjobb út, vagy legjobb módja ennek az egésznek. De nekem ez bevallom őszintén, a sorozathoz elfelejtettem ezt az első évadból, amikor ő tényleg ilyen nyugodt, türelmes felnőtt ember lett, ezt a vonalat, és nekem mindig az ilyen, tehát az én fejemben ez maradt meg, ez a rohadék. Úgyhogy nekem ez annyira nem volt ilyen meglepő, de itt tökre azt éreztem, hogy igen, ez egy ilyen kis számítógenyó, aki valóban nem adta fel ezt az egészet, és legalább egy akkora puskaporos hordó a saját oldalukon belül, mint amekkora az egész Targaryen és Hightower kontraszt. Tehát, hogy ő is érted, lehet, hogy gondol egyet valamit, mint ahogy ugye, tulajdonképpen ez történt is, és húz valami olyan fasságot, ami a saját oldalának iszonyatosan nagy károkat okoz. Jó, én igazából nem a karakterről beszéltem, hanem a magáról Matt Smithről, mint színész. Yeah, yeah. De neked lehet csak az rontja, hogy láttad a Doctor Who-ban. Én például nem látom a Doctor Who-ban, úgyhogy nekem tök mindegy. Vagy az rontja el, hogy nagyon szereted a Terminator Genesis-t, és ez kidobva. Igen, maradandót alkotott. Mint nem tudom, Gary, vagy hogy hívták. Ő volt a Skynet, nem? Valami a baromság. Valami ilyesmi, igen. Egyébként, nem, én egyébként valamennyire értem, én láttam őt, hogy a koronában, és nekem ott volt egy kicsit inkább ez, hogy Doctor Who után elhinni őt, mint a Filipet játszotta, tehát hogy ez, én is inkább azt láttam, hogy Matt Smith színészkedik. Meg valamennyire itt is, de engem ez annyira nem zavar, mert közben meg ugyanez, hogy maga a karakter, ez meg tök jól van megírva, meg tök érdekes, és így hát én nem azt mondom, hogy igen? Nem azt mondom, hogy 1000%-ig elhiszem, és kizárólag a karakter látom, és nem Matt Smith, mert nem ez történik, de nekem ez nem bassza szét az egész. Jó, nem bassza szét, tehát nem arról beszélek, csak valahogy azért, mert ő a legismertebb színész, és alapvetően nem egy olyan karaktert játszik, amivel kapcsolatban megismerték őt az emberek, ezért furálhat ebben a sorozatban Matt Smith beöltözve Targaryen parókába, mert nem nagyon láttuk sehol máshol az Emma Darcy-t, meg nem nagyon láttuk sehol a, mit tudom én, Kriston Cole-t, meg ezeket, hanem őket ebben a karakterben ismertük meg, és sokkal inkább elhisszük őket ebben a világban, míg Matt Smith meg tényleg egy Doctor Who-ból, meg Terminator Genesis-ből jött színész csávó, amivel az égvilágon semmi baj nincsen, csak még mondjuk Sean Bean azért alapvetően egy
hozzá eléggé passzoló karaktert kapott a Trónok harcában, és ott nem lehetett azt érezni, hogy Sean Bean eljátszik egy tőle totál független karaktert. Itt nem ez van, de ezen nem kell ennyit rugózni, csak megjegyeztem így zárójelbe, hogy mindig, amikor a Matt Smith arcát bevágták, akkor így röhögtem. De nem azért, mert szar, hanem mert ilyen vicces volt számomra az ő jelenléte ebben. Nekem volt a hasonló, nem, hogy felmerült bennem egyébként pont ugyanígy az, hogy igazából ő az egyetlen számomra, aki így ismertebb és nagyobb név, és én is elgondolkodtam tényleg közben, hogy ez mennyire jó, meg hogy most akkor itt is van Matt Smith, akit én bírok, mint ember, csak tényleg kicsit fura. Ja. Sajnos nem láttad először a Ready Player One-t, mert ott feltűnik egy színész, aki itt is központi karakter. Ákos, jó, nem menjünk bele mi abba, hogy én a Recyphens-t, a Sátánka című filmből ismerem, tehát, hogy emeltünk ilyen én meg a Sztárom a páromból. Emeltünk ilyen irányokba. Tehát, én meg a csodálatos pókemberből. Na, oké. Oké. Jó. Oké. Okay. Szóval, de értem, mondom, számít az, hogy koronában már nem egy pont ilyen karaktert játszott, de hát ott egy komolyabb karaktert, és ott meg kicsit megvolt ez a átlényegülés, vagy, tehát ott már én már átléptem ezen, hogy Matt Smith látom, és nem feltétlenül a szerepet. Matt Smith a csípőből tudom úgy csekkfejlenni, úgyhogy szerintem semmi gond nincs vele. A kérdés az, hogy Matt Smith ebben a sorozatban is lesz koronában? Hát abban a sorozatban nem volt, ha képben hát lenni Lákos az angol öröklési rendel, és... nem vagy rázza meg ezt a poént. Nagyon alacsonyan volt ez a gyümölcs, tehát ez ilyen bokamagasságban volt, de nem gondoltam, hogy le kéne szedni a fáról. Ákos megtette helyettünk is, úgyhogy köszönjük szépen. Jó volt, oké. De jó volt. Valaki nevetett biztos a hallgatók közül. Most Ákos átment John Favreau-ba. Jaj, ne. Jó, ami még hát ilyen fontosabb utóhatása ugye a Luke halálának, hogy Rhaenyra természetesen gyászol, teljesen felkavarta őt ez az esemény, nem tudja elengedni a gyerekét addig, amíg legalább a testét vagy annak a bizonyítékát nem találja meg, hogy valóban elhunyt, és akkor végül megtaláltál egy köpenyt, ugye? Egy ruhadarabot. És meg a sárkánynak a száját. Igen. És jó, az kevésbé érdekel. András azt hitt, hogy az egész a ruhadarab lúgtak a... Azt hitt, hogy az csak egy vicc. Oké. Okay. Szóval... csak játssza az a sárkány, hogy leszakadt a szárnya igazából. Oké, okay, tehát megtalálja a fiának a köpenyét. Gondolom a sárkányt ezt leszarta, tehát hogy nem amiatt volt ez az egész gyász, és akkor el is égetik, és akkor így talán a gyász időszaka is végéhez közeledik. Volt egy új karakter, sok sikert mindenkinek, aki első nézésre felfogta, hogy ez kicsoda. Inkább a borzalmas CGI letfalat néztem a Corlissos kikötős jeleneteknél, ami szerintem ilyen akolitust idézően nézett ki borzasztóan ezzel a szürke mosott háttérrel, tehát mint egy ilyen időjárás jelentést próbáltak volna. Az a lényeg, hogy megismerünk igazából két új karaktert, Ellent és Adamet, két fekete karakter, az egyik kopasz, a másik rasta, és az a lényeg, hogy a kopasz az megmentette Corlys Velaryon életét, és ezért az öreg tartozik neki. Ennyi igen, jött át igen. Nekem. Igen, de azt nem láttuk ugye a sorozatban, tehát ez off-screen történt, ez, hogy megmentették. Hát igen. Tehát, hogy még nagyobb legyen a zavar, tehát én ezeket a jeleneteket őszintén bevallom, tényleg fogalmam se volt, hogy miről beszélnek itt, vagy kik ezek, és egyébként a második részben se. És ott még inkább bonyolódott, hogy jött még egy, és akkor én azt hittem, az a Lénora búj, csak újra kasztingolták, ki az Isten. De egyébként Nem volt róluk ilyen valóban semmi a recapekben, tehát gondolom, hogy ez az off-screen történt, de én ezt egy picit azért védeném, mert közben meg én nem éreztem azt, hogy a sorozat elvárná tőlem, hogy tudjam, hogy ezek kik.
Tehát én pont azt éreztem, hogy na, itt van két karakter, most van egy kis ilyen idézőjelben közjáték, ami nem az eddig megismert karakterekkel foglalkozik, hanem itt vannak új karakterek, és akkor elkezdünk egy új puzzle-t, hogy kik ezek a karakterek, hogyan viszonyulnak a másikhoz, másikokhoz, stb. Mert belegondoltok, Trónok harca, első évad, Ned Stark és a Baratheon király Robert beszélgetése, az ugyanez volt, hogy fingon nem volt, hogy ezek kik, és elkezdtek ketten arról sztorizni, hogy amikor a fellázadtak együtt a valaki ellen, akiről szintén fingon nem volt, hogy kicsoda, meg hogy a Ned Starknak a húga volt a Robertnek a nagy szerelme, biztos, hogy a felesége is, erre nem emlékszem, és hogy ott is ugyanez volt, hogy így nézted azt, hogy és így kigúvott szemmel figyeltem a feliratot, meg hallgattam, hogy miről beszélnek, hogy így össze lehessen puzzle-ozni, hogy ki kicsoda. De mindezt úgy, hogy nem azt éreztem, hogy ott hülyének vagyok nézve, vagy hülyének érzem magam, mert nem tudom, hogy kik ezek, hanem úgy, hogy na, akkor okay. Ez a puzzle darab, kosa többi. De az fel volt építve. Tehát én értem, hogy mit mondasz, mert alapjaiban ugyanarról szól a két jelenet, csak míg itt egy szürke letfal elé beállt a csávó, és elkezdett beszélgetni egy másik csávóval, azt sem tudtam, hogy kik ezek, addig a Trónok harcában fel volt építve az egész. Tehát először csak a Ned Stark gyerekeit ismertük meg, aztán Ned Starkot ismertük meg, megtudtuk, hogy ő kicsoda, aztán jött a király, azt elmondták, hogy ki az a király, elmondták, hogy ők régen haverok voltak, tehát hogy fel volt építve egy 15-20 perces jelenet sorral, itt meg ugyanez volt megcsinálva szerintem, csak sokkal amatőrebbül, de ez volt talán a legrosszabb jelenet szerintem ebben a részben is, meg a következő részben is, mert hogyha én olvastam egyéb nézői véleményeket, sok embernek ez tényleg zavaros volt, mert simán benne van a pakliban, hogy ezek egy-két mondatig előkerültek az első évadban, csak nem emlékszünk rájuk. Ezt jobban is meg lehetett volna szerintem oldani. Tehát jobban fel lehetett volna építeni ezeket a karaktereket, hogy mondjuk. Mert például itt volt ez a Ser Hugh, ez szintén egy semmiből jött karakter, de ő sokkal jobban fel volt építve. Tehát nála nem volt nekem az, hogy úristen, ki az Isten ez, és hogy nekem őt ismernem kéne valahonnan, hanem igen, itt van ez az új karakter, akit valahogy behoztak, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz vele. Na, nekem ő viszont sokkal furább volt. Tehát nekem az, hogy bejön a valaki, és megbeszéli a királlyal a dolgát, és aztán a következő részben ezzel a random emberrel vagyunk a házába, az nekem sokkal furább volt, hogy ő visszatért, mint az, hogy itt elindul egy jelenet, azt látom, hogy jó, kiderül, hogy akkor ez a csávó megmentette a Corlys-t, oké, akkor ezért érdekes, és a következő jelenetében meg megjelenik a valaki, a testvére, fia, mit tudom én, a Rasta, és akkor ők is haverok. Tehát én ezt sokkal inkább egy építkezésnek éreztem, mint a Hugh-t, ami egy ilyen random. Tehát az engem sokkal jobban kizökkentett, és sokkal furább volt, mint őkértem. Pedig itt én is Andrással vagyok, tehát a Hugh-nál sokkal jobban érezni azt, hogy ez tart valahova, tehát ez nyilván azért van ilyen lassan felépítve, mert valószínűleg ez részeként fogják így összerakni, vagy a néző összerakni ezt a történetet, de ennél a C-Snake-es szálnál az a baj, nem az a bajom, hogy ismeretlen karaktereket látunk, és nem értem, miről beszélgetnek, és úgy csinálnak expozíciót, hanem az a bajom, hogy alapból az első évadban se értettem. Vagy értettem, csak annyira érdektelen volt, igen, és ha jól emlékszem, ott is minden tényleg így nem történt meg a képernyő, hanem így elmondták a karakterek, és ezért nem értettem, nem maradt meg bennem az információ, hogy akkor most mi az Isten történik. Őszintén ez a Lord Corlys is szerintem az egyik leggyengébb karaktere a sorozatnak, mivel nem tehát, hogy nem hagynak neki elég időt, fogalm sincs ki ő, honnan jött, miközben nyilvánvalóan itt van pár jelenet az első évadban is, ami róla szólt, sőt, ha jól emlékszem, azért elég ilyen nagy szerepet is kapott néhány epizódban, úgy kulcsfiguraként, akkor így mondom, de hogy így nem értem az egészet, és ilyen időhúzástak hatná nekem az, hogy itt ezek benne vannak, és lehet, hogy valahol tartani fog, csak ez tényleg úgy érzem, mintha ilyen kicsit ilyen amatőr lenne, hogy ezek így bedobják, hogy húzzák az időt. Hát ezzel kapcsolatban azt olvastam, hogy akik olvasták a könyvet, azok pontosan tudják, hogy itt mi történik, és akkor ők értik. Ja, csak hogy ezt úgy is meg lehet csinálni, hogy attól még érdekes legyen az, amit nézek, mert igazából amennyi információt itt ebből eldaráltak, az nehéz
volt így elhelyezni a történetben. Valami blokádról beszéltek, ugye blokád alatt van a, ott a nem a kikötő, hanem egy bizonyos terület, és akkor ugye a Adam az valami hajóács, az Ellen az meg matróz, és akkor ő fel akar kerülni a Lord Corlissnak a hajójára, mert akkor ő kiemeli őt majd, de hogy ez ilyen kicsit ilyen elmondjuk, el van mondva, de nincs elmesélve kategória volt. Úgyhogy, ja, ennyi. Ja, és akkor egyébként ennyi volt szerintem, vagy van még valami itt a Team Black-eknél? De akkor majd, ha valami kimaradt, akkor mondjátok, akkor a zöld csapatnál kicsit szedjük össze, hogy akkor hogy kik vannak. Tehát ugye Aegon a király, az ő felesége egyben a saját húga, Helena Targaryen, és akkor nekik van egy iker gyerekük, ugye? Mert hogy két iker gyerekük van, egy fiú, meg egy lány. Ha minden igen. Igaz. Ott van a királynak az öccse, a félszemű Aemond, a pszichopata, aki megölte Luke-ot, és ki van még? Van még egy gyereke az Alicentnek, akit sose láttunk, aki valahol oltámban van. De jönni fog hamarosan majd ezek jön. Szerint. Nem tudom, ki lesz ő. És miért rejtegetik ennyire? Micsoda? Darion talán a neve. Oké. Illetve itt van még mindig a kedvencünk Kriston Cole, aki éppen kinyalja Alicentet, tehát ugye... Az ott... zseniális ilyen introduction szín volt, tehát hogy Alicentet hogy látjuk, ez egy... Igazi trónokharca. Ez ilyen felső perspektíva, épp kinyalják, tehát hogy ez egy annyira csodálatos bemutatkozó jelenet. És hát mégis azért Sir Sexy mit csinálhatna, tehát hogy azért az ő nevére emlékszem. Igen. Ja, úgyhogy ezt megláttuk, illetve Helena, igen, ugye már az első évadban is ilyen fél médium volt, tehát mindig így megjósolta a következő eseményeket, így random hülyeségeket beszélve, itt is arról beszél, hogy fél a patkányoktól. Mi lesz? Sok a patkány. Oké, kis tanácsban vagyunk. Csit eszembe jutott a kedvenc filmünk. Mi a tégla? Hát, ha már patkányokról beszélnek, az nem tudok nem erre gondolni. DiCaprio is valahol ott oson igen. A várban. És Matt Damon, ugye, hogyha már szerepel. A kis tanácson vagyunk, ami számomra szintén egy kis negatívum, hogy azért itt bőven nem sikerült úgy felépíteni a kis tanástagokat, hogy akárcsak megközelítsék az eredeti trónokharca kis tanástagjait, tehát kb. Egyetlen emberre emlékszem, az egyik Lannister, az a pénzmester. És így ennyi. Hát őt mondjuk jobb becsicskították, szerintem az egy, igen, az egy olyan kellően megalázó. Megfelelő királyi személyét körül író jelenet volt az. Nekem az azért tetszett. Az Aegon az látszik, hogy egy ilyen új seggfej, úgyhogy ezeket szeretjük. Igen, tehát ugye megy a nagy tanácskozás, hogy mit csináljanak, agresszióval válaszoljanak, vagy kivárással. Nyilván az Otto az próbálja kézi vezérelni itt az eseményeket, aki szerintem egy talán a legjobb, vagy legérdekesebb karakter még így is a sorozatban, attól függetlenül, hogy az is egy égetni való szemétláda, de mondjuk, hogy legalább valamennyien szinte racionálisan próbálja az eseményeket irányítani, nem pedig a érzelmei által. És akkor igen, látjuk azt az enyhén megalázó pillanatot, hogy a pénzmester Lannistert arra utasítja a király, hogy akkor a hátán lovagoltassa a trónörökös kisfiút. Jaehaerys-t. Igen. Ugye itt építették fel a Jaehaerys-nek a karakterét, aki ugye, hát az epizód végén fontos szerephez jut. Igen. Jó, oké, akkor feltűnik creepy Lord Larys, aki továbbra is Alicentnek jelent, ő kicsit ilyen Varys figura, aki mondja, hogy kipucolta a kémeket, és most gondolom ő az ilyen besúgó hálózatnak így a főnöke. Hát ő a Varys. Egyelőre nem csinált semmilyen érdekes dolgot még, meglátjuk, hogy belőle mit hoznak majd ki. De
Csak annyit akarok mondani, hogy ennek a színésznek elképesztő a kisugárzása, tehát ez a, ahogy ő megjelenik, az nekem már elég, tehát azzal felépíti a karakterét, úgyhogy nagy taps egyébként ennek a színésznek, mert tényleg fantasztikus szerintem, hogy így nem tudom mennyire van így megírva, úgymond de ezekben az epizódokban a karakter, de hogy ő annyit hozzátesz azzal, hogy beszél és ott van a jelenetben, hogy így többet mond ezer szónál. Matthew Needham, mondjuk ki a nevét. Na, hát a castingosnak is azért jár a taps, mert ő volt, aki megtalálta, úgyhogy ez tényleg egy eszméletlen munka. Igen. Most pont ezt akartam mondani, hogy nekem ő az egyik ilyen titkos favoritom, mert tényleg az, hogy bejön a csávó, és ugyan ránézel, és így tényleg a hátamon égnek áll a szőr, és ugye volt, és most azt hiszem ebben az évadban még ebben nem mentek be, de ha jól emlékszem, akkor még az első évadban volt egy ilyen kis fura lábfétise is a királynővel. Meg hogy kiirtotta a családját, nem? Igen, a igen, tehát hogy ő igen, tényleg, egy mellékes dolog. Igen, tehát hogy tényleg az a figura, hogy így már csak attól, hogy ránézel, attól kiver a víz, és akkor még közben tényleg egy ilyen, ugyanez a puskaporos hordó, hogy ez a csávó, ez szerintem bármikor bármire képes. És nem tudod, hogy miért, tehát hogy bármilyen célra ráadásul, és ezt szerintem egy ilyen kurva jó adaléka ennek az oldalnak, hogy annyira kiszámíthatatlan, hogy érted, lehet, hogy tényleg egyik pillanatban kiírtja a saját családját, meg ki pucolja az egész királyi háztartásnak a szolgálóit, stb., és lehet, hogy holnap után meg olyanja van, hogy érted, ő vágja le a trónörökösnek a fejét, vagy ő vágatja le, és így nem tudod, hogy mit fog ez a csávó csinálni, és mik a céljai, és kihez lojális, ha egyáltalán. És ezt hát az ott azt most ugye kigolyózta, úgyhogy azért ő játszik. Persze, nyilván igen, de hogy így kegyetlen az, hogy mennyire gátlástalan tud lenni, vagy lesz szerintem ez a karakter. Hát reméljük, hogy azért második évadban is csinál majd dolgokat, mert egyelőre abszolút csak egy ígéret szerintem, meg egy jó megjelenés. Az biztos, hogy mellette a démon az egy Jon Snow, tehát hogy ez egy senki, tehát egy kispályás kiskutya, aki néha egy ugat, de ez a csávó tényleg az, hogy nem akarsz vele egy légtérbe kerülni, mert biztos, hogy aztán kivágott gyomorral kelsz valahol sikátorba. Hát amúgy neki szerintem egy ilyen jó párosa ugye az Aemond. Tehát, hogy így ők ketten azok, akik ilyen... Tudod, hogy baj van velük. Yeah. És nem akarsz velük egy oldalon lenni, de még csak egy kontinensen sem lenni velük. És hogyha ez a kettő, ez szerintem itt tényleg be tudna amúgy egész civilizációkat dönteni. Hogyha arról van szó. Igen. Jó. Ami még ilyen kisebb jelenetek, nem tudom mennyire kell leragadni, ha akartok, akkor hajrá. Ugye Aegon láthatóan szintén nem egy túl kompetens uralkodó, tehát ugye azért Viserys se volt egy matyó hímzés, de ez a csávó konkrétan olyan, mint aki egy ilyen bulizni akart kb. Meg leszarja az egészet. Jönnek hozzá a Tibor panaszai, number one-tól number végtelenig, és akkor így vagy rávegy, hogy oké, vagy nem érdekli, úgyhogy Otto itt is próbálja kicsit a helyes döntés felé irányítani, akkor itt ismerik meg Ser Hugh-t. Igen, Otto Alicentet is továbbra is manipulálja, ebben nincs újdonság, tehát azért szépen sokban tartja a lányát, és ezáltal a zöld csapatnak a döntéseit. Missaria, vagy hogy hívták, az a fura akcentusú kurva, ugye az első évadban, szintén előkerül, és az akcentusa semmit se javult, most éppen démonhoz kerül, és az a lényeg ennek az egésznek, hogy ugye Rhaenyra közli, hogy hát ő Aemondot akarja, úgyhogy démon, mint egy jó férj, természetesen azonnal akcióba lendül, enyhén félreértve a feleségnek a kéréseit, tehát amikor leküldi a feleség a férjét a boltba, és kurván nem azt veszi, amit kellett volna, és utólag bocsi, ez az a kategória. És nem az ő felelőssége, mert hát én nem ezt akartam, de ez lett. Ez lett, hát igen. Egy csomag vécipapír helyett egy csomag kéztörlőt vett véletlenül, de hát papír, hát nem mindegy. Gyerek. Nem, hát Párizsit kért, és csirkemel sonkát adtak neki a pultból, de hát én Párizsit kértem, ők meg ezt adtak, hát ez van. Vagy a párizsi kockát, tudod, a kis csokit. Ja, igen. Meg egy tízek a Párizsit.
Csak a kenyére nem olyan jó. Igen, hát. És akkor ugye ennek a miszeria, azt hiszem White Worm, ez volt a neve, ennek a segítségét kéri, hogy akkor mi legyen, és akkor ugye megtudjuk, hogy ezek a patkányfogók rengeteg munkát végeznek a királyvárban és a toronyban is, és akkor azok be tudnak szivárogni, és meg tudják ölni Aemondot. Úgyhogy akkor Daemon áruhában felfogad egy patkányfogót, meg egy városi őrségnek a volt tagját, hogy akkor azok öljék meg a fiút. Na és nekem ez volt az egyetlen bajom az egész végével, biztos, hogy majd kijavítatok, és nem néztem újra a jelentet, de nekem kicsit erőltetett volt ez a félreértés. Tehát azért tehát nem arról van szó, hogy az Aegont összekeverték az Aemonddal, akiknek majdnem ugyanaz a nevük, meg ugyanaz idősek, csak mit tudom én, az egyiknek félszeme van, a másiknak meg nem, hanem hogy egy látszólag 20 éves félszemű csávót összetévesztenek egy kisgyerekkel. Tehát, na ez volt az, hogy így értem, tudom, hogy mit akar a sorozat, tudom, hogy milyen drámai hatást akarnak elérni, és amúgy tetszett is, ahogy fel volt építve a jelenet, szerintem tök jó volt, vágva, feszült volt, izgalmas volt, nyilván sokkoló volt, de számomra akkor is egy picit hihetetlen és hiteltelen volt ez a félreértés. Tehát, hogy ennyire senki nem lehet gyökér. Szerintem nem azért ölték meg a gyereket, mert hogy ők őt akarták, hanem egyszerűen bolyongtak, ott meg akarták találni ugye az Aemondot, és hát ugye nem őt találták meg, hanem ott ugye lebuktak, ott ugye belefutottak a Helenába, meg ugye a két gyerekbe, és igazából hát gyereket gyerekért, ugye ezt szerintem elmondta nekik a Daemon, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor mindegy, megöljük ezt, jó lesz ez. Tehát ez a, ahogy a mesterember dolgozik, hogy ott bassza meg a kurva anyja, készen van a munka, és kész. És szerintem ez, itt nem arról van szó, hogy ők nem tudták, hogy amúgy egy félszemű 20 évest keresünk. De elmondta, és mert én ezt akarom mondani, hogy szerintem ebben az volt a legnagyobb ilyen falsság, hogy a Daemon mondta, hogy félszemű. Uh-huh. Az Aemond, és szerintem ez az egy, ami miatt nekem ez nagyon erősen sántít, mert azt gondolom, hogy ötlet szintjén az, hogy ennyire, és ugye ezt később is csinálja a sorozat, hogy ennyire az bemutatni, hogy mekkora szakadék van az uralkodó osztály között, meg a közember között, és hogy ugye a Daemon kitalálja ezt a tervet, hogy na akkor besúrran ez a két csávó, és megölik az Aemondot, és akkor ezzel bosszút állok a feleségem gyerekének a gyilkosán, és mekkora politikai manőver, és közben ezt az egészet egy két ilyen teljesen lecsúszott hétköznapi balfaszra bízza, és ők kúrják el ezt, mivel fogalmuk nincsen, hogy ki a király, meg ki a királynak a testvére, meg a unokaöcsének, az unokabátyjának a régi szobatársa, meg ezért. És aztán utána mégis ez a két gyökérnek az elbaszása az egész háborúnak és aztán ugye az egész birodalomnak a sorsát befolyásolja. Tehát ez a ugrálás a léptékek között, ez szerintem zseniális lenne, és még nekem bele is fért volna, hogyha nekik tényleg fogalmuk nincs, hogy ki az az Aemond Targaryen, és jó, van a testvére, tudod, van a trónörökös, az a másik, és a testvérét kell megölni. És ebbe egy ilyen iszonyat nagy, ilyen nagyon szép húslevesbe lebegő döglött légy ez a félszemiség. Mert sokkal elegánsabban, bocsánat, meg lehetett volna ezt oldani, mert a Targaryennek pont az a lényege, hogy kb. Ugyanúgy néz ki az összes. Igen. Tehát ugyanez a magas, vékony, hosszú, fehérhajú ember, és simán össze lehet téveszteni őket, és ez tényleg egy komoly dráma, és egy komoly ilyen bazd meg, te nézőként igen, tudod, hogy nem azt kéne megölni, és mégis azt ölik meg, és úristen, ebből mi lesz, hanem azt nézed, hogy egy 5 éves gyereket ölnek meg egy 20 éves félszemű ilyen képregény karakter helyett, és nekem ez már pont egy fokkal volt erőltetettebb annál, hogy én ezt bevegyem, és nem egy ilyen írói húzásnak véljem, hogy hát igen, hát akkor ez így drámai. Igen,
Igen. Ugye itt nagyon fontos az, hogy el van vágva a jelenet annál a kérdésnél, amikor azt kérdezik a két idióta démontól, hogy és mi van, ha nem találjuk meg. És ott még van egy kitartott közeli a Matt Smith arcáról, hogy rájuk néz, és vágás van. És amikor ugye megtalálják a Helénát itt a szobában, akkor itt az egyik a másik azt mondja, hogy fiút a fiúért, ezt mondta. De az nem hangzik el on screen. Tehát, hogy itt van egy ilyen vetülete, és ezt én alá tudom írni, tehát nem tudom. Tehát abban nem tehát, hogy önmagában, amit el akartak mondani ezzel az egész, nem tudom, ilyen 10 perces szekvenciával, az még mindig az, amiről szól ez a sorozat, hogy mennyi emberen túli, nem racionális döntés véletlenek sorozata okozhat háborúkat, vagy bármilyen tragédiát. És ez is arról szól, hogy milyen fasz az ember, és tehát ez nekem ilyen nagyon trónokharcás jelenetsor volt. Egyébként az meg a másik, hogyha most ezt el is teszitek, azt azért is aláírjátok, hogy ez szerintem tök jó meg volt rendezve, hogy így szépen lassan így bemennek Királyvárba, és ilyen rohadt jó beállításokkal látjuk, és nagyon, de ugye közben ilyen hatásodászú dörög az ég, meg villámlik is, de hogy így érzed, hogy itt valami közeleg, és egyre feszültség teljesebb a légkör, és így fú, és így a legbetegebb, szörnyű dolgot teszik, és az is, nem látjuk, de halljuk, és így, tehát, hogy így Jézusom. Persze. Nekem ez nagyon tetszett. Megvalósítás az abszolút rendben volt, csak annyira fals volt nekem az egész szituáció, hogy nem tudtam átérezni, és nem tudtam komolyan venni, hanem azt éreztem, hogy hú, akkor most írunk ide valami trónokharcásat, és akkor ez lett a megoldás. Biztos, hogy tehát nem volt rossz, tehát megint a végletekbe ugrálunk, tehát nem volt ez szar, csak egy apró nüansz hiányzott volna, hogy ne azt érezzem, hogy ez kicsit erőltetett. Igen. Kérdezzék akkor egy valamit, amire lehet, és tudtok ezt, hogy a kutya miért kellett? Azt meg én sem értem. A patkányokat keresni, az egy ilyen kellék volt szerintem, hogy tudod, hogy mi vagyunk a patkányizék, és a kutya az így a patkányokat hajtott. Ja, hogy a patkányok. Ő kb. Egy olyan eleme volt ennek, mint a patkány ketrec. Igen. Aha. Meg szerintem az elején, mert ugye volt ezt az egészet megelőzően valami jelenet, ami a patkányos csávóról indult. Tehát igen, kutya a patkányos csávó kiment a képből, és bejött a valamelyik két főszereplő, a Alicent meg a fasz tudja ki, azt hiszem. Igen, valóban. És szerintem ez inkább az volt, hogy egyen jobban érted a kutyáról, hogy aha, ez az a csávó, itt exponálva volt, és aztán most már látom, hogy miért és hova futott ki. Meg a végén, ugye, vagy hát a második részben, amikor a akasztott csávót előtt is ugyanúgy a kutya ült, és cuki volt. Kutya Redemption. Tessék? Megtörténik a kutya Redemption. Igen. Megváltás nyer a rugásért. Igen, szóval szerintem az, hogy inkább ilyen azonosító jellege volt a kutyának. Tehát, de trónokharca, tehát nem tudom, lehet, hogy még visszatér három részre később valami kiderül. A kutya volt végig a mastermind. Igen. A kutya a osának, nem, az egy másik sorozat. Ugye a mélynek a mestere, bocsánat. Mi van? Hát ugye a kutyáról kiderül, hogy ő a maszkos szita. Ja. Kutyából lesz még szalonna. Mit akartam? Ja igen, hogy ugyanúgy ér véget a két epizód, hogy Kristen Cole és Alicent éppen dugnak, csak itt éppen a saját lánya rányít, hogy akkor az unokáját megölték, ami szintén, tehát egy apró kis, hogy mondjam, szörszálhasogatás, de azért elég nehezen hiszem el hogy hívják a színésznőt, Olivia Cookra, hogy nagymama, tehát főleg, hogy a saját fia az idősebbet néz ki nála, tehát hogy én mondom, hogy ilyen 40 évesnek néz ki. De konkrétan egyébként a Olivia Cook meg az Emma Darcy az egyidősek velünk, tehát 92-93. Tehát úgy alakítanak itt ilyen 40-50 éveseket. Matuzsálem. De szerintem nem 40-50, most figyelj, tehát van szült, mit tudom én, az első gyereket, nem tudom én,
15 évesen. 15-16-18 évesen. Az a gyerek most 18 éves, tehát akkor most ez a 36 éves, ami mondjuk hárommal idősebb, mint jó, én. De azért nem úgy néz ki, mint aki szült már öt gyereket, meg nem tudom hány idét, hát, tehát most jó, most a szépségszalomból. Tehát, nyilván nem, meg de egyébként igen, ez nálunk is volt egy ilyen jó póz, és akkor tehát, hogy ő most tulajdonképpen már egy nagymama, és akkor így, aha, jó, folytassuk. Igen, tehát... Hogy ez a gyerek, értem. Akkor az ő unokája. Jó. Jó, ezt ugye el kell fogadni, mert tök jók a színészek, csak igazából vicces volt olyan nagy időugrás, ami volt. Azért annyival nem lettek idősebb. Nagy időugrás? Igen. Hát ez most egy nagy iszó vicc volt. Ja. Hát, jó. Gratulálok. Köszönjük. Szóval, igen, és ennyi. Tehát Kristen Cole és Alicent azok továbbra is gyűrik a lepedőt, de hát ki tudja, hogy meddig. De én egyébként ez imádom az ilyeneket, hogy ott van a Helena, aki ugye ez a látnok per autista valahogy a kettő összefolyva, vagy megfeleltetve, és ugye ő rájuk nyitott, és látott szerintem mindent. És én ezt imádom, hogy van innentől fogva bármelyik részben egy ilyen olyan hátsó feszültség, hogy ő most azt értette, felfogta, és mikor dobja be bárhol bárkinek, hogy ja, amúgy ezek ketten dugnak. De ha igen, akkor ez mit azt mit szoroz, vagy ez mit számít? Hát, na ez is egy kérdés, hát jó, de akkor mondjuk a királynő hűtlen, a Kingsguardnak a feje, aki meg arra esküdött, hogy nem lesz nővel az a királynő dugja, tehát azért itt de bocs, nem ki, biztos. Ki most van férje a királynőnek? Nincs. De jó, ez igaz, de jó, oké, ebbe beleszaladtam, de akkor is. Viszeri szörökség. A csontvászhoz hűtlen. Jó, igen. Mindig a visszajár az öreg azért. Jó, akkor még lehet, a királynőt momentán annyira nem korumpálja ez az egész, de mondjuk a Kristonkolt igen, de ettől függetlenül, hogy van egy ilyen dolog, hogy ez, és én ezt az Alicenten is látom, hogy azért benne így benne van, hogy önbazd meg azért, hogy látott minket. Hát, így a következő részekben, és ez vagy kijön egyszer a Helénából, vagy soha. De én ezeket értem, nagyon bírom. Értem, mit mondasz az én inger küszöböm, mert ez azért nem ütötte át, mert a Helena konkrétan a saját testvérének szül gyerekeket. Tehát itt azért az, hogy most a anyukája összefekszik a testőrkapitánya, ez a bocs, ez a kit érdekel kategória. De nem, mert közben meg mert tehát bármennyire is vérfertőzés, az, hogy az Egon meg a Helen a testvérek, és mégis házasok és gyerekük van, az a világon belül egy tök elfogadott dolog. Tehát ez egy Targaryen dolog volt, hogy ezek mindenki mindenkivel, hát a másik oldalon is a démon is szerintem a saját magának a nagybátyja, meg mit tudom én. De hogy ugye sorozatbeli társadalmilag azt, hogy a Kristen Cole, aki erre esküdött fel, hogy soha ilyet nem csinál, ezt csinálja, az nem egy elfogadott dolog. És mondom, nem lehet, hogy ebből soha nem lesz semmi, és direkt ez egy ilyen félig meddig red herring volt, hogy azt hiszed, hogy majd egyszer, és ezt nem tudom én, soha. De mondom, én magát a feszültséget élvezem, hogy lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Szerintem ez csak az Alicentnek mondjad. Ja, csak annyi, hogy igazából itt a Kristen Cole szempontjából ugye az a para, hogy hát éppen ugye megmerényelték a trónörököst, és épp pedig kúrta a régens királynőt. Igen. Hát, hogy tudod, ő egy pici hivatalbeli mulasztást követett el. De hát ez igen. A Szörerik hibája, mint meg tudni. Igen. Szegény Erik. A mi világunkban mikor az a hibás, aki a toppon van? Tehát ugye, ez igaz. Elég nagy. Hát, de most a királynő volt a toppon, nem a Kristen. Azt hittem ledobta a toppot már magáról. Hát, na jó, menjünk. Még talán, valaki? Kezdődik a meccs! Ki játszik? Feketék a zöldek ellen? Mi ez a kérdés? Mi ez a kérdés? Andrés, milyen meccs? Szlovénia játszik Angliával, és hogyha Anglia győz, akkor a magyar válogatott tovább. Ne kérdezz, hogy én ezt miért tudom. Istenem, az meg. Azt hittem, hogy egyébként... már ide el lehet menekülni Westerosra ezelőtt, de nem, még itt is utalér. Hát figyelj, igen. Még egy Westeroszi labdarúgó VB-t azért el tudnék képzelni. Mm. Kisgyerek fejével. Nem bocsánat. Ajaj. Jó.
Okay. Jó, hát a második részről beszélgessünk, Renira a kegyetlen. Egyébként IMDb-n annyira nincsenek magasan értékelve ezek a részek, azt hinné az ember, de ilyen 8,4-8,5, tehát ez a sorozatokhoz képest erős közepes értékelés kapott. Számomra ez nem volt semmivel jobb vagy rosszabb, mint az első rész, igazából hozta ugyanazt a szintet. Volt pár szerintem ilyen jó, egész elnyújtott, hosszú beszélgetős jelenet, főleg a Démon és Renira összefeszülése volt szerintem jó, szinte már ilyen színházi jelenet szintjén volt érdekes, de a másik, ami jobban tetszett, az a Otto és Aegonnak a bajuszpörgése. Menjünk egy pillanatra, bocs, a Renira és a Démonhoz. Nem tudom, megfigyeltétek el, egy nem túl nagy szedben kettő karakter beszélgetett egymással, és közben mozogtak. És így elmentek máshova, megváltozott a kameraszög, meg a beállítás, és ott folytatták a beszélgetést, és aztán az egyik karakter odébb ment egy kicsit. És aztán megint. Nem az volt, hogy valaki elsétált a letfal széléig, visszafordult, és egy hebe állt. Nem sétált el a faszék, beállt a gyerébe, és nitt a hasnit. Igen, tehát lehetséges így is. Igen. Micsoda, lehet rendezni? Tehát lehet blokkingolni? Nézek, képesek mozogni? Vannak több optika? Úristen. Durva. A szerencsés hallgatóink kedvére elmondom, hogy az Acolyte című Star Wars sorozatnak gúnyolt valamiben, konkrétan az történik, hogy a párbeszéd jelentek így néznek, hogy a két szereplő megáll egymással szemben a díszletnek egy közepesen indokolatlan pontján, és elmondják egymásnak a szöveget, és ennyi, hogy egyiket látod, másikat látod, kész. És ehhez képest ez a jelet, így néztem, hogy bazd meg, hát ma megint mozogtak! Hát ma megint! Jó. Gáspár leizzadt közben a jelet alatt. Kapkodta a fejét. Most van a szorot. Most fogjuk megtapsolni, akkor Claire Kilnert az epizód. Hát, hogy a minimumot teljesítette, tehát azért ne avassuk szenté, de tehát, hogy igen, attól, hogy két ember beszélget, még nem jelenti azt, hogy nem bírnak megmozdulni. Tehát attól, hogy a szájuk mozog, más is mozoghat. Úgyhogy igen. Igazából köszönjük az HBO-nak, hogy megadta, bocsánat, a Max-nek, hogy megadta ezt a lehetőséget. De egyébként másik vonalon, bocs, ugyanennél a beszélgetésen maradva, ez lehet, hogy csak nekem volt egy érzés, de én azt éreztem, hogy ebben a jelenetben a Renira, én most először láttam őt ilyen érzelemtelinek, és egy embernek. No. Mert nem tudom, valahogy eddig mindig ilyen sokkal keményebbnek tűnt, mint karakter, meg a színészi játék is sokkal ilyen, nem azt mondom, hogy karót nyeltebb, de hogy ilyen én vagyok a kemény, és keménynek kell lennem, és én vagyok a királynő, és itt meg azt éreztem, hogy ez egy ember. Na, és sokkal, sokkal finomabb volt a játéka, és ez is baromira tetszett. Nem tudom, hogy ez mennyire volt szándékos, hogy csak erre a jelenetre, mert ugye itt ketten vannak a Démonnal, és akkor most egy kicsit őszinte, meg ugye nyilván kiakadt a fia halála miatt is, meg stb., vagy ez egy globálisabb dolog lesz, hogy megpróbálják a Renira karakterét és az oldalát egy picit átérezhetőbb és pozitívabbá és nézőbarátabbá tenni, mert zárójel, és ez a kicsit az egyik kritikám az egész írással kapcsolatban, hogy azért tulajdonképpen a Renira oldala a jogos. És ezt ezt picit nekem ilyen, hogy azért nem az van, hogy két tök egy szinten lévő, csak nem tudom én, valami félreértés, vagy valami ugyanazt máshogy értelmezés miatt van két oldal, hanem én azt gondolom, hogy olyan 99%-osan értjük, hogy a Viserys az a Renirát tette meg az utódjának, és az Alicent az utolsó pillanatban az utolsó mondatait félreértette, de hogy én ezt még mindig úgy látom, hogy igen, a Renira a jogos, az Alicenték meg a rohadékok, és még nem látom azt a valamit, amire azt tudnám mondani, hogy igen, a Renira a jogos, de? Vagy azt, hogy igen, az Alicenték a jogtalanok, de?
Mert most a Renira, nem tudom én, megölne 3000 embert egy sárkánnyal, az Eliszenték oldalán meg azt lehetne, hogy ők meg a nép javát akarják mindenképp, akkor meg lenne egy ilyen kiegyenlítettebbség, ez egy szó volt, de ezt még nem teljesen érzem. Ami lehet, hogy nem baj. Hát kicsit baj, mert így a team ez meg az így kicsit értelmét veszti, mert tehát egyrészt a jog szerint itt a Renirának van igenis az utódlási joga, másrészt meg történetmesélésben az, hogy ráadásul az úgynevezett gonoszok, az Aemondék volt, tettek egy elég nagy hibát, és ölték meg a Renirának a gyerekét, ezáltal Renirával még jobban szimpatizálunk, tehát innen visszahozni már azt, hogy egy szinten legyen a két oldal, elég nehéz lesz, és... Hát, de pont, hogy innen, szerintem innen izgalmas ezt meghúzni, hogy akkor most ez az oldal tegyen egy olyan dolgot, és nagyon érződik ezen a részen is, hogy még inkább kicsúszik mindkét ház, vagy mindkét oldal kezéből az irányítás, és itt ők is el fognak csúszni valamin, és itt lesz egy nagy pukkanás, és szerintem ez pont ide megyünk, amit a Gáspár is most hiányol, és teljesen jogosan egyébként, hogy van egy jó oldal, meg egy rossz oldal jelenleg, és a sorozat meg ugye azt akarja, hogy itt igazából csak rossz oldalak vannak, vagy hát, hogy mindkettő oldal ugyanolyan, és szerintem ez el fog jönni pár részen belül, vagy hát nagyon remélem. Egyébként azt nem tudom, elmondtad, András, de hogy légy szíves könyvspoilereket ne írjatok a kommentbe, légy szíves, mert csak mármint, hogy a sorozat ismerünk. Tehát más könyvben lehet írni spoiler, de ja, a George R. Martin ember tragédiája. A Garfield magazinból ilyen spoiler. Evette lázányát, vagy nem? Igen. Hát meglátjuk. Egyébként még egy nagyon zárójeles kis troll kérdésem azért van, hogy szerintetek lesz-e olyan, hogy egy nő követ-e hibát? De mert ugye azért a sorozat eléggé erőteljesen elmegy arra. Igen? Hát konkrétan ebben a részben is azt mondta, hogy vétkezett, meg hát jó, de most itt azért gyilkosságról beszélünk, meg ilyenekről, tehát most ugye ez a sorozat, meg az első évad is arról szól, hogy a férfiak mahinálnak, és összeugrasztják a nőket, tehát igazából ezt az alkotók is kimondták, és ugye eddig mindig az van, hogy a nők szenvedik a férfiaknak a gyökér döntéseit. És hogy lesz-e olyan, hogy ahogy Daenerys Targaryen is egyébként megőrült, és saját maga vált egy tömeggyilkossá, bemerik-e itt is ezt vállalni, jobban felépítve, hogy igenis a Rhaenyra és az Alicent is képes undorító aljas tettekre azért, hogy a saját családját, vagy a saját jogos, vagy jogtalan igényét azt megerősítse. Hát nem feltétlenül mondjuk őket vonnám be, de például a Helena konkrétan megölette az egyik gyerekét. Hát, mert most mit kellett volna tennie, vagy mi lett volna? Hát mondjuk azt mondani, hogy inkább engem ölj meg, vagy megtámadja őket, vagy elkesikítozni segítségért, vagy bármi. Tehát, hogy a Helena kibaszottjába volt azon a ponton. Én azt gondolnám, hogy ott szerintem az egy más kategória olyan szempontból, hogyha feltételezzük, hogy elég keményen autista, hogy nem teljes mértékben fogta fel, hogy mi történik. Szerintem ez az abszolút benne van. Azért fura ez nekem, mert én egyébként nem éreztem azt ebbe a két részbe, hogy ez így nagyon erre lenne kifuttatva, hogy női szerepek, mert szerintem azért visszagondolva valóban az első évad az inkább erről volt. Ha nagyon bele akarok gondolni ebbe az eddigi két részbe, akkor valóban ez van. De ugyanakkor meg az is ott van, hogy mondjuk a Rhaenyra ténylegesen kimondta, hogy az én mondot akarom. És nyilván a démon ezt, tehát ezt még félig értette félre, mert aztán ő meg akarta ölletni az én mondot, és aztán a két hülye meg tök más csinált. De hogy azért nem gondolnám, hogy ilyen szempontból teljes mértékben azon, hogy a Rhaenyra abszolút makulátlan. Az Alicentről ugyanezt gondolom, hogy azért a dugja a Criston Cole, meg nyilván azért ő is azért mahinálni próbál a mindenkivel. Én azt mondanám, hogy ezen a ponton az van, hogy egy picit inkább afelé billen az egész, hogy a nők a kevésbé gyökerek,
vagy a férfiak inkább gyökerebbek, mint a nők, de szerintem ez nincs annyira túlzásba víve, hogy ez zavaró legyen, vagy kibillentse ezt az egészet az egyensúlyából. Meg hát nem hazudik a sorozat, tehát ez így van. Ez mindig is így volt. De értem, mit mondasz, András. De én azt mondom, hogy ember-ember, tehát mindenki képes hibázni, mindenki képes aljas tettekre, és kicsit én személy szerint azt érzem, hogy azért ebben van egy jelen politikai megfelelés a sorozatban. Hm? Tehát, hogy nem véletlen simán erről szól, nem véletlen így van összerakva, hogy itt azért a komoly, brutális cselekedeteket mind férfiak követik el, és a nők ennek az elszenvedői. Ami a, természetesen a mi világunkban is előforduló dolog, és abszolút elítélendő. De a Trónok harca számomra pont attól volt érdekes, hogy ott igenis volt egy Cersei, aki egy undorító féreg volt, de ugyanakkor megvoltak neki is a motiváció, és teljesen megértettet, hogy miért csinálja azt, amit csinál. Itt még nem érzem ezt, de simán lehet, hogy későbbiekben még eljutunk majd ide. Hát legyen így, mert nyilván erre is szüksége lenne a sorozatnak, és pont ahhoz van köz, amit a Gáspár is az előbb felvetett, mint olyat, hogy a Renire is hibázzon egyet, és akkor legyen egy olyan megítélése, hogy ja, hogy ő se annyira jó. Hát igen. Tehát, hogy legyen egy ilyen vonala is, remélem, hogy eljön. De ja, van ez is, amit mondasz, és biztos, hogy tehát, hogy az, hogy ez a sorozat most született meg, azért az, hogy mi van jelenleg a világban, mik a trendek, az nagyban hozzájárult, és ezzel egyáltalán nincsen gond, csak nyilván majd, amikor már látjuk befejezve a sorozatot, akkor tudjuk ezt megítélni, hogy akkor ez mennyire ment át, úgyhogy akkor ez úgymond igazságos volt ilyen szempontból. Történetvezetés karaktervezetés szempontjából. És nektek így egy-két mondatban ez a második rész, hogy tetszett? Én, ha megyünk tovább, akkor az Otto és a király és a egyéb párbeszédre ugornék, mert nekem az volt az a karakter pillanat, ahol nekem így az Otto most így hirtelen a semmiből kb. A kedvenc karakterem lett. Mert az szerintem az, hogy a Reese Witherspoon-nek a fején is az, hogy ez ennyi gyökérrel körül vagyok véve, azt se tudják, miről beszélnek, és tényleg ez az egy szerencsétlen próbálja ezt az egészet egybe tartani, hogy tényleg ne gyilkolják halálra egymást ezek a hülyék, meg ne kúrják szét teljesen a birodalmat, és akkor itt az idióta unokája nyomja a hülyeséget, akik azt se tudja, hogy kell kormányozni, és akkor most kidobja, és így látod az arcán a csávónak, hogy bazd meg, mindenki hülye, és te is mi néző látod, hogy igen, ez az egy csávó az értelmes, bármennyire is ő is egy ilyen nagy játékos, meg mahinátor, meg stb., de nekem volt egy ilyen pillanat, hogy hát haver, most megértettem, hogy igen, az mindenki hülye körülötte. Igen. És tényleg, amit ott a színészlet, az ami annyira ilyen finom és apró, de hogy annyira benne van az, hogy a bazd meg idióta kölykök, az nekem egy nagyon-nagyon... I'm too tired for this shit. Tekintet volt így. Too old for this shit. Tehát, hogy egyszerűen kibírhatatlan, hogy ezekkel gyökerekkel neki be kell hódolnia, tehát meg azok parancsolgatnak neki. Hát meg tudod, amikor így az a helyzet áll elő, amikor így nem a kompetens van pozícióban, hanem a haver meg az, aki a tenyérhez dörgölőzik, meg a lábfejhez dörgölőzik. Igen. Jó. Oké. Okay. Igen. Más vélemény a részről? Figyelj, mondom, ez így nagyon, nagyon szépen kéz a kézben jár szerintem az első meg a második epizód, tehát, hogy jól viszik az egymás történetét, szerintem a színvonal is kb. Egyezik. Sztori felépítés is szinte ugyanaz. Hát amúgy igen, és az meg a másik, hogy amúgy ez egy elég hosszú epizód volt, ez egy 70 perces szösszenet volt, ugye az első az ilyen, hát picit volt talán egy óra fölött, egy perccel, és... Három Acolyte rész. Igen, én is ezen gondolkozom, hogy hány Acolyte epizód jön ki, és... De az mennyivel tartalmas? Túl sok. Ó, igen. De itt viszont én ezt tök élvezettel néztem, tehát én
Én ugye szeretem azt, hogyha egy sorozat azért megáll mondjuk egy ilyen 40-50 percnél, legyen mondjuk 50 perc, hogyha afölé megy, akkor azért úgy azt már elvárom, hogy akkor itt ne csak flexeljünk azzal, hogy bezzek, mi megcsinálhatjuk ezt, hogy szinte egy Blair Witch projektet leköröző játékidővel érkezünk, és így viszont ugye több oldalt mutogattunk, több történetszálat mutogattunk, tényleg voltak itt plotot előre görgető dolgok, voltak emlékezetes párbeszédek, voltak nagyszerű színészi pillanatok, így én ennek örülök, amikor nem csak izmoznak azzal, hogy na lásd, hogy 70 perces epizóddal tudunk jönni. És nem kényszerülünk rá arra, hogy ja, hát amúgy ilyen 60 perces epizódokat félbevágjunk, hogy kijöjjön a 8. Hát jó, hát ezt el is várjuk azért szerintem a HBO-tól, hogy ők azért mindig ezt a fajta játékidőt hozták elő, nem? Igen. Igen, de hogy tényleg az, hogy nem csak, hogy oké, ennyi a játékidő, hanem annak van tartalma is. Tehát, hogy ez a 70 perc, ez 70 tartalmas perc volt, és nem időhúzás meg semmi betartó, és semmiről nem szóló jelenetek. Szerintem ez is egy megsüvegelendő dolog. Igen, tehát ez a rész, ez szerintem kiemelkedő volt abban, hogy ahogy meg volt írva, és fel volt töltve. Tehát amit a Gáspár is, vagy hát itt az említettetek, a Ottos párbeszéd, az ilyen peak sárkányok házon állam eddig. Tehát azért az tényleg olyan, hogy így a Trónok Harca legjobb pillanatai közé sorolnám, amikor így tényleg érzem, hogy a színész így teljesedik a karakterében is, tökéletes, de itt meg kell említeni a Egon királyt alakító Tom Glenn Carnit is, aki fantasztikus volt ebben a részben, tehát nagyon látszik, hogy hova tart ez a karakter, és hogy ez is egy ilyen iszonyat beteg pöcs lesz, vagy hát már az, vagy a Sir Criston Cole, aki még nagyobb patkány volt ebben az epizódban, ahogy szegény Sir Eric-et ugye így becsicskítja, és így elkezdi, nem tudom, a köpenyével basztatni, aztán utána így bele... Köpenyek forgató. Köszönöm szépen. Hogy tényleg kihasználja őt, hogy akkor ő menjen erre a, hát erre, ahogy Otto fogalmaz, prank küldetésre. Szóval voltak itt tök jó pillanatok, vagy például az Émond hercegnek a hát ott a, mi az, kurvánál, vagy nem tudom, minek nevezzük, ott az a kis apró pillanata, hogy így elmondja, hogy sajnálja, amit ő tett, és az is egy, szerintem egy ilyen hatalmas pillanat volt a karakter szempontjából, hogy halljuk az ő szájából azt, hogy ő megbánta ezt, ugye elvisztette a fejét, és nem kegyetlenségből csinálta. Nem elvesztette el a fejét, Ákos. Ő a szemét. Hát meg amúgy nem is az Émond ölte ugye meg, tehát hogy ő elvesztette az uralmat a sárkány fölött és a sárkány gőzöltben. Ja. Tehát hogy ő igazából ott csak egy azt gondolt, hogy jó, ráijesztek, de hogy ő azért itt kicsit tovább nyújtózkodott, mint ameddig a takarója. Persze, igen. Az autó ölte meg, nem ő. Igen. Yeah. Tehát, hogy ez az a Blade the Gun. Igen, tehát hogy így abba nyomul, de viszont tudod, ez már így úgy volt fel, hogy végül ebből egy preszt is tud csinálni, vagy egy státuszt tud csinálni, és akkor inkább fölvállalta a dolgot. Uh-huh. Mert igen, ez egy mondás tulajdonképpen az ő részéről. Abszolút. Mindennel egyetlenül. Mindeközben meg az a ilyen beteg megfelelési kényszer, hogy ő ezt úgy éli meg, hogy igen, most mekkora király vagyok, mert a démon engem személyesen az ágyamba akar megöletni. És hogy ez is a... És ez ugye úgy, hogy nem úgy, hogy nem is igazából úgy, hogy mekkora király vagyok, hanem hogy ennyire meg akar felelni mindenkinek, és a démonnak is, és hogy most jaj, most akkor sikerült. De látjátok, az Émond is tudja, hogy a démon akarta megöletni, valószínűleg elmondta ugye nekik a patkányfogó, nem? Tehát, hogy honnan máshonnan tudhatták. Tehát igazából tudták, hogy az Émondot kell megölni, és nem őt ölték meg, tehát, hogy most így visszacsatlakozzak arra a vonalra. Jó, hát minden esetre, ja, elbaszták.
Igen. Mindent egyébként, bocs, zárójel, azt megírhatjátok, hogy a könyvben ez a félreértés, ez hogyan volt, ha volt ilyen, mert ez viszont szerintem érdekel, meg ez belefér a spoilerezés részbe, ha zárója bezárva, bocs. Igazából mindent elmondhatok a részről, én két kis negatívumot említenék meg. Az egyik, hogy szerintem a Kristen Cole-t alakító színész nagyon gyenge, tehát borzasztó szarú játszik, Fabian Frankel, így hívják. Volt egy-két ilyen kifejezetten buta tekintete, ami az, hogy amikor a színész nem kap instrukciót, és nem tudja, mit csináljon. Érdemes visszanézni, amikor veszekszik az Erikkel, aztán elküldi az Eriket, hogy akkor ő lesse meg a Renirát, és akkor utána még így néz. Itt a barátok közben így hosszan, így maga előtt néz. Ezt kifejezetten kell. És csengetnek. Igen. Megy a rózsabisztróba aztán. Inni egy kávét. Szóval Kristen Cole szerintem elég gyengén muzsikált, illetve a látványról azért ejtsünk pár szót, ami nem úgy gyenge, mint mondjuk az akolitusnál, vagy akár a háromtes problémánál, hogy ilyen nagyon műanyag az egész, hanem inkább engem az zavar, hogy az operatőrök, azok azt hiszik, hogy attól lesz valami szép, hogy kicsi a mélységélesség, és olyan objektíveket használnak, hogy így konkrétan a színésznek a szeme éles, de a homloka már nem. Tehát, hogy ilyen iszonyatosan kicsi, és ez főleg a totáloknál zavaró, ahol szintén el van mosva a háttér, és csak kb. A színész éles, és én ezt úgy gondolom, hogy ez így elfedi azt, hogy egyébként nem tudnak jelenteket hangulatossá tenni, vagy díszleteket úgy bevilágítani, hogy az tényleg üssön. Úgyhogy nekem a látvány az egy idő után picit ilyen túl trendi, mosottas, és igazából stílustalan lett. Túl tökéletes. Tehát nekem ez így a benyomásom, hogy túl tökéletesre akarják csinálni ezzel, hogy tényleg csak az arc van fókuszban, csak tényleg, amit te is mondasz, és ez tényleg, ahogy így mondtad, ez a Batman jelenség, ugye a Matt Reeves-ék csinálták ezt a Batman-nél, hogy a direkt úgymond így bemocskolták a képernyőnek ugye hát egy ilyen ellipszis alakba, hogy csak ott középen legyen fókuszban a karakter, és ez egy direkt ilyen megoldás volt. És ha most megnézitek a Pingvin trailerét, tehát ott konkrétan ugyanezt csináltak, és valami mocsokszar. És itt is ezen a sorozaton is ezt érezni, hogy ilyen, tehát nem tudom, ezzel akarják filmszerűbbé tenni, vagy... Igen, most ez a trend, de nem mindennek áll jól. Tehát, hogy ez alapvetően egy valamennyire realisztikus, középkori-szerű környezetben játszódó politikai thriller, és nekem ez nem passzol, ez az álomszerű, ilyen nagyon stilizált képi megjelenítés hozzá. Mondjuk ki, egy kicsit Netflixes ez a látvány, vagy ez a képi világ, mert ott használnak ilyeneket. Igen. Muszáj Ágosnak egy kicsit Netflixeznie? Nehogy. Örömmel belerugok bármikor, bárhol. Ja. Hát most ugye minden korszaknak ugye megvan a menő operatőre, és akkor azt kell próbálni majmolni, ugye a Lubecki volt ez így a 2010-es években, most meg a Greg Fraser-t akarja mindenki. Ja. Majmolni, ugye ő alkalmazta ezt akár a Batman-nél, meg a Dűnénél is amúgy, ez azért így eléggé előjött, csak ugye ott ugye az a különbség, hogy egy olyan klasszis operatőr is vezényelte ezt az egészet. Ez szintén nem egy olyan hatalmas probléma, hogy most ezért minket kommentbe el kéne küldeni a francba, csak Andrást. Csak engem, meg kicsit Ákost, de hogy van egy kis ilyen diszkomfort érzésem néha így a jeleneteket nézve, hogy hú, hát ez nem néz ki túl jól. A vetített hátterekről nem is beszélve, szerintem az néha borzasztóan gyenge, de a díszletek, meg a jelmezek, meg a parókák szerintem elég sokat fejlődtek, és a Trónok harca első évadához képest nyilván sokkal több pénzből is készültek, meg sokkal igényesebben vannak megoldva. Aha. Jó, hát akkor beszéljünk nagyjából, hogy mik történtek. Zöld csapat jelenetei, viszonylag drámai montázs keretében látjuk a gyilkosságnak az utóhatásait, és Javadi egy elég érdekes ilyen, nem tudom mi volt az, hegedű vagy cselló, ilyen improvizációs tétellel gazdagította a
jó trekkeknek a tárházát, szerintem az egy egész jó kezdés volt, és érdekes volt. Aegon szétveri a kis modellvárost, amit még ugye Viserys csinosítgatott hajdanán, amikor még tudott mozogni. Micsoda szimbólum. Visszafogott. Na, ez nem volt benne a Rikkelbe, úgyhogy erre nem emlékeztem, hogy az tényleg a Viserys építgette, úgyhogy nekem ez most így az elmondásod miatt tetszik. Bármennyire is ilyen a 2 centire az arcodba tolt szimbólum, de... Hát minden esetre ott tajtékzik, Alicent nyilván eléggé zaklatott, és szerinte Alicent egyébként van, neki van egy ilyen vallásos része, tehát ő istenek haragjának tekinti ezt az eseményt, úgyhogy ja, ezt ugye Otto valószínűleg ki is használja eléggé. Én azt érzem, hogy ez még egy faktor lesz szerintem egyszer ebben a történetben, hogy az Alicent ilyen egyre... Dolgozzunk egy kicsit az ajszűrőnek. A zenei karrierjében lesz majd 50 cent? Elbocsi. Jó. Vagy jó volt, elnézést. Hát, az nem baj, de rossz is. Szóval, hogy szerintem ez még érdekes lehet, hogyha tényleg ilyen... Ki a Cersei lett ilyen nagyon vallásos a trónok arcában, amikor a verebek meg az egyebek ott... Nem az a sémes nő? De az karakter volt. Az alapból. Meg a veréb. Bocsánat. Ted Lasso-nak a sztárja. Szóval, tudom. Hogy szerintem az még érdekes lehet, hogyha még egy ilyen vonulatot behoznak ebbe az egészbe. Jó. Okay. Még nincsen. Még egy elég szentes szóviccet így elharaptam a nyelvemen, úgyhogy akkor Ákos, mondj gyorsan valamit. Mondd a szart! Mondd ki! Nem, hogy harmadik évadban leklónozzák az Alicentet, és ilyen 500 000 lesz belőle, és elkezd csatázni, akkor azt mondják majd, hogy az Alicentek háborúba mennek. Ennyit tudtam. Köszönöm. Na hát, hogyha az Ákosé volt így ilyen boka magasságban, akkor ezt hova fogjuk rakni? Hát ilyen talp. Tudom. Inkább gyökér. Nem, ez inkább ilyen atom. Jaj, ez már konkonya szintje valahol. Igen. Na jó. Larissék elfogják a nagy darab merénylőt, aki ugye még egyszer tehát a városi őrségnek volt a tagja. És kiszedik belőle az információt, hogy ugye patkányfogó volt a társa, meg hogy ugye felbérelték őket a Rhaenyráék. Arra nem emlékszem pontosan, hogy kimondták el, hogy Rhaenyra, de igazából teljesen mindegy, hiszen Otto már előre kitalálta a mondjuk, hogy a mai magyar valóságban előkerülő taktikát. Ez a stop Rhaenyra, a stop háború, kicsit ilyen rogáni, hogy mondja, propagandát kezd az Otto összerakni. Mondjuk, mintha egy megafonba üvölteni a városból. Az első része az, hogy egy nagyon látványos gyászmenetet kell szervezni, ahol ugye Helena... Békemenetet? Akár békemenetet, igen, ahol a beáldozható női karakterek előadják az áldozati szerepet. Helena. Húha, itt már tényleg nagyon sok a magyar politikai áthallás. Igen, úgyhogy... Két nő? Igen, vajon mi lesz? Szóval, igen, egy gyűlölet kampányt hirdett Otto. Ja, igazából nekem... Nekem az kurvára tetszett. Ilyen politikai... Nem jött elő az én filmben a magyar valóság. De jó neki. De, ugye, vagy hát, hogy annak az áthallása, de hogy ilyen politikai szempontból az, hogy megint az Otto volt az, aki azt mondja, hogy jó, meghalt a gyerek, ezen már úgyse változtathatunk, de akkor ezt hogyan tudjuk úgy kihozni, hogy akkor nekünk abból legalább ez valami... pozitív, vagy valami előnyt termeljen. És hogy mindezt nem így adta elő, ilyen tuskó módon, hanem úgy, hogy szerintem az egy ilyen, nem azt mondom, hogy átérezhető, de egy ilyen érthető politikai valami volt. És így szerintem ebben tök igaza volt, vagy tök jó volt azt nézni, hogy igen, ez a csávó, ez
kicsit hideg módon, azért nem full számító módon, de hogy azért ő azt nézi, hogy na akkor ebből ha már megtörtént, tehát hogy ő szerintem nem az a csáva, aki mondjuk egy ilyet előidézne, de az a csáva, aki azt mondja, hogy jó, ha már megtörtént, akkor hogyan jöjjünk ki belőle a legjobban. Hát igen, mert közben meg amit még érdekesebbé tette az ő karakterét, hogy nyilván ő is egy ilyen pszichopata, tehát nem nagyon vannak érzései, vagy bármi, de közben mégis kiakadt, amikor az Aegon felakaszgatta a patkányfogó embereket. Tehát, hogy valamilyen szintű, biztos ez is csak ilyen manipuláció, meg tervezési hiba, de hogy alapvetően ő se az, hogy persze mindenkit ő meg és csinál, hanem ő ez a nagyon ügyesen átgondolja mindig a taktikát, és az, hogy egy ilyen fékezhetetlen gyökér a király, aki azt semmit akar, hát ez pont nem segít. Szerintem ez pont az, én azt érzem eddig ebben a két részben, mert picit érintettem, hogy megpróbálnak nagyon arra rámenni, hogy oké, hogy van az uralkodó osztály, meg oké, hogy vannak ezek a machinációk, ami tök érdekes, de hogy közben van egy birodalom, és abban vannak ilyen hétköznapi kis emberek, akik... Mint Hugh. Nem szeretek, csak egyen furább volt, hogy ő mi a fasz csinál. De hogy például, mint Sir Hugh, oké, nem biztos, hogy Sir, de biztos, hogy Hugh, hogy ők is része ennek az egésznek, és nekem ez tetszett az Ottóban, hogy tényleg az Aegon az megölette az összes patkányfogót, mert ő most mekkora, én vagyok a király, bosszút akartam állni, patkányfogók ölették maga, valamelyik patkányfogó segített a gyerekem megölésébe, akkor öljük meg az összeset. És az Ottó meg az a csávó, aki nem, tehát nem feltétlenül emberi jóságból azért, hogy most ártatlan embereket ölnek meg, hanem azért, mert pontosan tudja, hogy bazd meg, te gyökér, hát tök mindegy, hogy te vagy a király, ha senki nem szeret az országodba, és mindenki utál téged, és azért ott fog hagyni az összes lord, meg az összes hadsereg, és akkor baszhatod. És hogy ezt meglátni, hogy nem csak te vagy, mint király, hanem van egy országod, és annak vannak alatolói, és azoknak is, bármennyire is azért nem tetszik, azoknak is valamilyen szinten meg kell felelni. És ez vitte szerintem őt egyrészt a gyászmenet felé is, meg afelé is, hogy itt ezt látod rajta, hogy te gyökér, nem miért ölettél meg egy csomó embert, tök fölöslegesen csak magadat szopattad meg ezzel, hogyan jövünk ki ebből a szarból, amit okoztál. Szerintem ez egy kurva jó pillanat volt ez is. És akkor a gyászmeneten igazából szerintem mindannyian felkészültünk valamire, ami talán megtörténik, és aztán örülök, hogy végül nem történt meg, mert ez kicsit ilyen B-filmes lett volna, amikor elakadt a kerék, és akkor így nem bírták meghozítani, és akkor mutogatták a felvart fejét a gyereknek, hogy akkor mi lesz. De szerencsére végül nem vesztette el a fejét, csak Otto ugye a rész végén kicsit, de igazából... Nem okozott még nagyobb fejetlenséget. Igen. Tehát ez egy ilyen vérbeli borát jelenet lett volna, én azt, hogy nem hiányoltam szintén. Jó, igen, és akkor Aegon leszarja Helénát, igen, nem nagyon foglalkozik vele, de mondjuk ez nem meglepő, tehát eddig is egy kis nyomorult csávónak ismertük meg, tehát hogy miért lenne bármilyen empatikus pillanata. És akkor itt jön a Cole versus Eric, akit egyébként itt azért egy kis, hogy mondjam, akolitus párhuzamot vélek felfedezni, hogy a ikrek azok természetesen pontosan ugyanúgy hordják a szakállukat, a hajukat, a ruhájukat, tehát mindenben megegyeznek, még akkor is, hogyha egyébként full más csapatba tartoznak. Ez kicsit ilyen, hogy mondjam, elég jó indulatú húzás az írók részéről, csak hát még jó, az akolitust ezért kinevettük, azért a Sárkányok háza is megérdemel egy enyhe intést. Hát de, na, az egyikbe főszereplők az ikrek, és úgy etett minket a sorozat, a másikba meg egy, nem tudom, negyedrangú mellékszereplő, tehát hát de, azért... Jó, oké, ez a védelem? Igen, mert nincs kedve, tehát hogy meg... Egyre nem voltak fontos karakterek ezek, tehát ugye azt akarja elítetni a sorozat, hogy most akkor ő be tud épülni. Nyilván ezt fel kell nagyítani valahogy, és hát most nem tudom, ezt jobban nem tudom megvédeni, aláírom egyébként valahol, amit mondasz, de közben meg ez nem zavaró. Tehát, hogy ezt eddig
Nem mondtad, addig nekem fel se tűnt az akolitus párhuzam, de köszi. Meg azt tegyük hozzá, hogy tehát azért a szőr Arik és Erik. Arik! Nem tudom, fogalmam nincs, hogy kell ejteni. Azt látom a feliratban, hogy az egyik alval írja, a másik meg elvált, nem tudom, melyik még tök mindegy. Hát a, egy itt a... legalább ezért csak annyit akartam hozzáadni, hogy Királyvárban van az Arik, az A-val, és az Erik pedig a Reniránál. Tök mindegy, amit kettőm meghat. Igen. Szóval, hogy egyrészt legalább két különböző színész játssza őket. Másrészt ők, mondjuk a nem tudom hány évesek, de hogy egészen a eddig a szakadásig ők együtt éltek, együtt szolgáltak, ugyanabban a királyi őrségben, aminek ugye van egy-egy ruhája, tehát, hogy ez bennem sem merült fel, meg nekem se szúrta a szemem, hogy ők is ugyanúgy néznek ki, mert azért a való világban is van ilyen, hogy függetlenül attól, hogy felnőtt emberekről beszélünk, hogy ikrek tök ugyanúgy öltöznek és néznek ki. Az, hogy abban a másik sorozatban tíz éve nem találkozott ikrek pont ugyanúgy néznek ki az utolsó zokni sarokig, az egy kicsit szerintem na, tehát az egy kevésbé indokolt dolog, de tudom, igen, rohadékok vagyunk és belerugunk az ekalájtban, mert azt utáljuk, ebben meg nem. Engem itt nem zavart, mert közben legalább minden más az jobban a helyén volt. Jó, hát én sem mondom, hogy hatalmas probléma, csak azért miért ne lehetne kritizálni a Sárkányok házát is. Persze. A kis szinten. Tehát nem azt mondom, hogy szar volt, csak azt mondom, hogy ez egy ilyen kényelmes megoldás volt, hogy jaj, pontosan ugyanúgy néznek ki még mindig, pedig már ki tudja, hogy mióta szétváltak, miért ne vághattál volna a szakállát, vagy a haját az egyik, de tök mindegy, mert hogyha úgyis sisak lett volna a fején, akkor csak elég annyi, hogy szia Erik, ja, igen, ez van, tehát kész. Igazából maga a jelenet nekem tetszett, hogy a Cole az mekkora egy ilyen féreg, tehát hogy ez is az, hogy semmiért nem vállalja a felelősséget, és mindig másban éli ki a frusztrációját. Hát ugye, elverte szegény Eriknek vagy Eriknek a faszával a család, tehát ez azért igen, minden volt egy túl, és tudod, hogy mindent ráolvasott, ami amúgy így őt terhelt, úgyhogy amúgy ez szerintem kurva jól meg volt írva. Hát és akkor igen. Én az bírtam, bocsánat, amikor elkezdte oltani, akkor mindenki más így felállt, és odébb ment. Ez nekem kicsit a Bud Spencer jelenet volt azért. Kicsit, de hogy közben meg így igen, de közben meg értettek, te most a főnök lekúrja ezt a szerencsétlent, akkor a faszért az olyan kínosan ott ül, és ezt végighallgatni, inkább neki felállt, és elment a faszba. Kivéve az egy valaki, aki ott nem tudom mit csinált a tűzhelynél. Ja, aztán igen, ott mosogatott, hogy ja. És akkor azt a zseniális tervet eszeli ki Cole, hogy akkor Erik menjen el sárkánykőre, és ölje meg Renirát, hiszen ugyanúgy néz ki, mint a testvér, aki a Renirának a felesküdött testőre, úgyhogy akkor hajrá! Sok sikert! Émondról már beszéltünk, a bordai házas jelenetről, szerintem is jó volt, kicsit mélyítették a karaktert, remélem, hogy azért még bőven kap szerepet. Bocs, akkor már itt megemlítem, most itt pont ide kattintottam a részben, hogy szerintetek is visszafogja magát ez a sorozat mesztelenkedés tekintetében? Persze, abszolút. Tehát a Trónok harcához képest semmi. Konkrétan itt volt, vagy itt vagyunk egy bordélyházban, és nem láttunk női mellett, nem láttunk. De voltak cicik. Volt, én pont én azt néztem. Én is most nézem, pont is van. Tehát, jaj, pont most nézem. Nem az akkor a volt, már. Csocsok! Haladok az epizóddal, ahogy beszélgetünk, most vagyok a második epizódnak a közepénél, és a bevezetőnél, tehát még pont ahol nem az én mondott látjuk, ott előtte van csöcs. Na. Jó, akkor de hogy... mondjuk azt, hogy visszafogottabb jóval. Ez a az biztos. Hát itt ugye a főszereplők azért sokkal szégyellősebbek, hogy úgy mondjam. Eliszent is, már nem tudom, minden részben hatszor lefürdik, és így semmit nem láttunk belőle. Pedig ugye az első évadban a Daenerys az kb. Úgy indított, hogy egy full frontál. Lehet, hogy tanultak amúgy az Emilia Clarke-nak a beszámolóiból, és akkor inkább ezek a színészek azt mondják, hogy ó nem. Nem tudom, milyen beszámolóról van szó. Igen, ez hogy jött ide? Ja igen, az émondos jelenet, és akkor azt látjuk Sir Hugh-nak a
család életét. Igazából ez azért nem zavart, mert ugye legalább látjuk így kicsit az alsóbb rétegen, hogy hogy csapódnak le a dolgok, és ugye nem élnek jól. Tehát, hogy élelmiszer hiány van, nyomorognak, nem jó király az Egon, káosz van, tehát szar minden, úgyhogy valamit csinálni kell majd. Ebben én még többet szeretnék látni, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de én még több ilyen kis embert szeretnék ebben a sorozatban látni. A Tyrion nem lesz sajnos már. Jaj. De viszont az egyik felszolgáló az a bordei házban az volt, úgyhogy tessék, legyél boldog. Eleget láttam, akkor köszönöm. De tényleg, hogy azt érezze a néző, hogy tényleg itt vannak ezek a pöcsfej házak, vagy pöcsfej emberek így ott fent, és akkor csinálnak dolgokat, és akkor mi nézők is érezzük egy-egy karakternél, hogy ez milyen, amikor te élsz ezen a helyen, Westerosban, vagy Királyvárban, hogy jött nyomorogsz, és nem tudom, itt ugye mondja a feleség, hogy már csirkét is nem tudom hány háztömgyire tudott venni, nem tudom hányszoros árért, de ugye ezek tök jók, nekem ezek tökre tetszenek, és még több ilyen kérés. Valószínűleg ezért van benne Gáspár ős ellensége, Sir Hugh ebben a sorozatban, hogy kicsit így majd valóban ez kifut, és gondolom az már a fő történet része lesz. Sir Hugh a háborús infláció áldozata, mondjuk ki. Igen. Háborús veszélyed. Rosszabbul élünk, mint 4 éve. Azaz. Bruno dollárok. Miért a Viserys az jobb volt, mi? Na jó. Nyugodjunk meg. Igen, akkor Aegon felakasztatja összes patkányfogot a városban. Otto természetesen ezen kiakad, erről már beszéltünk. Remek jelenet, aminek az a vége, hogy Aegon végül kirúgja Ottót. Ottót már nem tudom, hogy a gyára rúgják ki így a királysegítő posztjából, de biztos, hogy már többször előfordult ez. Szerintem a Viserys is kibaszta egyszer. Igen, hát ott is volt, hogy egy ilyen egy vagy két epizódra kiesett az első évadban, és utána visszajött, és hogy most amúgy már remélem, hogy nem lesz ő belőle még egyszer segítőre, egy potol azért szerintem komikus lesz. Igen. Szegényt mindig kirúgják, tehát hogy ő lesz így az állandó felszarvazott segítő, lesz Jason Clarke annak a történetnek. Még egy Terminátor Genesis uta áthallás. Szívesen. Köszönöm. Ez az. Köszönjük. Legalább valaki beszél arról a filmről, így 9 évvel a premier után. Már nagyon érne egy újranézés, András, hogy jó. Még mindig jó-e. És mindenki más, hogy tényleg jó-e. Mindig jó-e. Ezt mondom, senki nem kérdezte meg ebben az elmúlt 10 évben. Nagyon jó film. Ellen Taylor is sokat tanult belőle. Hát az biztos. Soha ne csináljon többet filmet, ugye? Jó, és akkor ugye Aegon kinevezi a kb. Legkevésbé kompetens embert, Criston Cole-t, mint az új király segítője, aki szerintem miután véget ért a jelet, nagyban wikipédiázta, hogy mi az a király segítője, és hogy mit csinál. Nekem van egy keresztkérdésem. Igen? Ő hova fogja tűzni azt, aki tűzöd? Ő nem fog páncélt hordani szerintem utána. Tehát, hogy ki fog kerülni a király testőrségből. Ja, értem. Mert csinálnak neki egy matricát, és rárakja. Igen. Rárajzolja. Krétával rárajzolja a páncéljára. A köpenyén hordja. Jó, ennyi. Ez is lehet. Nekem egy picit egyébként fura volt, hogy nyilván az egésznek a dinamikája az itt tökre működik, Otto meg az Egon gyökérsége miatt, de nekem egy picit fura volt, hogy azért én azt eddig nem láttam, hogy mondjuk az Egon meg a Criston Cole azok így jóba lettek volna. Vagy hogy... Ettől lettek jóba, hogy hát, tudom, csak érted, tehát, hogy ahhoz a Criston Cole egy túl nagy valaki, mármint a sztori szempontjából, a túl fontos karakter, mert ha érted azzal, hogy a ugyanez a jelenet és a trónteremben, amikor ott ugye a gyökér haverjaival bróskodnak, és ott, ha az egyik gyökér havernak adja oda, akit még soha nem láttunk, akkor is megvan ez az egész, és az is működik. Csak ehhez képest én azt érzem, hogy ez a Criston Cole kapja meg, ez kicsit egy ilyen... Tehát, hogy nem volt...
nem volt felvezetve, viszont azt gondolom, hogy fontos lesz később, hogy a Kriston Cole esetleg a király segítője, hogy egy kicsit egy ilyen kényelmes, vagy így kicsit azt mondja, hogy kimaradt egy lépés, hogy tényleg látni őket, hogy nem tudom, milyen jól el van ez a két hülye egymással. Igen. És nem így, hogy körülnézett az Egon, és éppen pont a Kriston Cole volt benne, csak ott eleszel. Az inkább érdekesebb, hogy vajon tudja, hogy az anyjának a fuckbuddy-át sikerült kineveznie király segítőjévé. Például. Hogy apunak szólítja. Holnaptól, tehát hogy kíváncsi vagyok, hogy szerintem ez mit fog szólni. Nem biztos, hogy a család feltételekkel kezdeni kapirgálni, hogy kikinek a kijel. Jó, oké. És akkor hát nyilván Otto fel van dúlva, Alicenttel van egy hosszabb jelenete, és akkor Ottónak tele van a töke az egésszel, úgyhogy el akar menni Old Town-ba, és akkor itt előkerül Alicent harmadik gyereke, Darren, aki talán segíthet. Nem, hogy, azt még nem tudjuk, de ő elő fog kerülni. Mert nem is ismerjük, egyszer talán feltűnt, vagy a születésénél láttuk ezt a karaktert, vagy nem tudom. Szerintem amúgy mennyi idős, azt tudjuk? Hogy kisgyerek, vagy valami felnőttebb, mint mondjuk az Émond, vagy valami? Nem az volt egyébként, hogy amikor... Jó, harmadik nem. Gyerek, nem? A legkisebb? Nem, a negyedik, hát az első, az Egon a legidősebb, utána jött a Helena, aztán az Émond, és a negyedik. Uh-huh. Jó. Hát jó, akkor valószínűleg nem kicsi. Hát nem, mert hát a Viserys az a végén már nem hiszem, hogy bármire képes volt, tehát hogy ez még az ifjúkora hevében született, úgyhogy jó, meglátjuk egyelőre most, hogy miért kellett ennyire rejtegetni ezt a karaktert, eddig miért nem kaptunk vele jeleneteket, kíváncsi vagyok, vagy egyszerűen csak random most feltűnik, aztán kész. Nézzük, mi van a feketékkel. Rhaenyra nyilvánvalóan ki van akadva ettől az egész merénylettől, ő nem ezt akarta, ő nem ezt tervezte, még akár együtt is érez Alicent gyászával, Démon közben próbál pókerarcot vágni, de nem nagyon sikerül neki. És akkor hát ő most ennek az én mondja amúgy, tehát hogy ebben a helyzetben így olyan egy kicsit, hogy hát hogy én amúgy jót akartam, csak hát egy kicsit fasz vagyok, kicsit hamarabb cselekszek, mint gondolkodnék, úgyhogy hát ez van. Kb. Ez olyan, mint a Lost második évad végén, amikor Locke közli, hogy bocsi, tévedtem, előtte részekig okozza kb. Az emberiség apokalipszisét, aztán bocsi, mégse. Spoiler. Hogy... Az de jó jelenet volt, Tívus. Az kurva jó lesz, igen. I was wrong. Hát, bassz meg. És akkor ugye fiút fiúért megy a nagy vita, a veszekedés, erről már beszéltünk, hogy mind színészi játékban, mind párbeszédekben, mind rendezésben szerintem tök jó ez a jelenet, aminek végül is az a vége, hogy egyrészt Démon nem bírja elviselni, hogy Rhaenyra parancsolgasson neki, másrészt pedig Rhaenyra nem tud bízni Démonban, ami szerintem teljesen érthető, és itt is az van, hogy ugye egy férfinak a manipulációja, és gyakorlatilag az, hogy a saját nagybátyja akár szexuálisan is befolyásolta Rhaenyrát, és ő miatta jutottak ide, itt is azért itt szerintem ez az összességében az üzenete talán a sorozatnak legalábbis eddig. Kíván. És akkor ezután jön Béla karakter. Béla. Jelő mellé jött Béla. Aki egyébként Démon és Léna lánya, ugye? Az egyik. Lánya. Uh-huh. Igen, tehát Béla egy nő. Béla egy nő, igen. Bajla. Igen. Aztán így hívják. És akkor Rhaenyra megkéri, hogy sárkánnyal ott figyeljen, nem? Ez igen. A radarozzon. Hát igen, ugye az előző epizódban ígéretet tettek a völgynek, azt hiszem, hogy akkor egy sárkánnyal fogják őrizni, és akkor most pedig azt beváltják tulajdonképpen. Démon pedig Harrenhalba megy erősítésért. De igaz. Azt utána van egy rövid jelent, hogy Jace és Béla beszélget, és igazából az a jó, hogy ha ők összejönnek, akkor ez még nem is igazi vérfertőzés, mert tudtam, már nem vérrokonok, csak ilyen step-sister, step-brother kategória. Belefér! Persze, ez itt semmi. Sőt, tehát ez itt nevetséges.
Ja, valami igen, rokonság igen, legyen igen, be. Igen. Akkor itt jön a szerintem másik kicsit gyenge jelenet, a Corliss szál a vetített kikötővel, meg a másik testvérrel, Ellennel. Igen, és akkor itt volt egy jelenet, amit én nem értettem, és erre is azt írták, hogy aki a könyvet olvasta, azt tudja, mi van, amikor ott a Adam nézi, ahogy a sárkány repked ott a parton. Ja, azt én is értettem. Tehát az mi volt? Vagy lehet, hogy nem kell még tudnunk, csak volt egy nem tudom hány perces jelenet, és így nem tudtam, hogy itt most mi történik, hogy most ez kicsoda, most félni kéne, vagy örülni annak, hogy van egy sárkány, vagy most mi van a Lénorra, hogy most az ül-e a sárkányon, vagy most mi van? Szerintem szerintem ez még egy ilyen, én továbbra is erre a szára tökre azt érzem, hogy így adagolják a dolgokat így lépésenként. Tehát most láttál valamit, és oké, majd legközelebb, vagy egyszer majd amikor értelme is lesz, de hogy mondom, mivel én nem érzem azt, hogy értenem kellene ezen a ponton, ezért engem ez nem zavar. De lehet, hogy csak azon elderingezek, és ugyanúgy mesék a sztorit, hogy puzzle-özni kell itemekről, és ez most így elolvastál egy itemet. Hát azért szerintem egy sorozat, ez nem feltétlen így kell, hogy működjön, és attól még lehet valami érdekes, vagy attól még kiválthat bármilyen érzelmet a nézőből, azon kívül, hogy most ez mi a fasz volt kategória. De mindegy, szóval az, hogy óránként, vagy ez esetben hetente kapunk 2 percet ezekkel, az nem biztos, hogy a legjobb történetmesélési módszer, de meglátjuk, hogy mit hoznak ki ebből majd. Ez is egy vélemény. Igen, akkor még itt van a fura akcentusú kurva, és ugye mivel ő segített Démonnak az információ átadásban, ezért nyilván jogosan kéri Renirától, hogy engedje szabadon. Renira először nem akarja, de aztán végül beadja a derekát, és azt mondja, hogy oké, akkor menjél, köszi. És akkor közben meg megérkezik a gonosz Iker. Ez annyira, egyébként tök jó volt az, hogy elengedi, de ezek annyira ilyen erőltetett, hogy jaj, pont akkor érkezik. A mindentudó kémnő kiszúrja. Igen. Hú, az hát kicsit igen. Olyan, de hogy közben meg, tehát az tökre jó, érződik, hogy most hova fog pártolni ez a nő, és hogy ez is elindíthat sok mindent majd így a jövőben, hogy ugye most milyen alkut kötött, vagy hát nem alkut kötött, hanem konkrétan elengedte ugye a Renira, és az tök jó volt. De az megint ugye aláírta azt, hogy jaj, hát ez a Renira az a jó oldalon van, hát ő kiáll a nőkért, nem engedi, hogy raboskodjon, mert kihasználja akár a legfontosabb információforrást királyváról, ő elengedi. Mert igen. Hát jó van. Én úgy fogtam fel ezt, mert mondom, nekem az egész feminista vonala ennek a sorozatnak, ez nem, ezen a ponton nem bántó még. Tehát én ezt pont egy ilyen tök jó dolognak éreztem, azt, hogy itt van a, tehát arról szól a résznek a nagy része, hogy a tesztoszteronnal túlfűtött idióta férfiak random megölnek mindenkit, mert gyökerek, és ehhez képest meg itt van a királynő, akiben meg van annyi, hogy annak ellenére, hogy lehet, hogy hasznos lenne, hogyha ott maradna ez a csaj vele, és nem tudom, hogy megpróbálna valami infót kihúzni belőle, ő azt mondja, hogy jó, a férjem ezt ígérte meg, akkor én meg becsületes vagyok és tartom. Tehát ez, nem mondom, hogy ilyen makulátlan volt kivitelezve, de nekem ez mint ötlet így tetszett volna, és az, hogy igen, pont ő látja meg a gonosz Riket, az hát jó, de az sokkal jobban zavart, hogy aztán ebben nem lett semmi. Hát, hogy nem láttuk. De mondjuk az fura volt, mert tehát valószínűleg ő szólt a jó Eriknek, hogy a rossz Erik ott garázdálkodik a kastélyban, de ezt miért nem láttuk? Mert csak annyit láttunk, igen, hogy hirtelen a jó Erik az ott az is nyugtalankodik, és akkor így betoppan. Tehát, hogy igen, ez fura volt. Igen, ez megint visszavezethető a démonos jelenethez, amikor ugye egy pillantással akarnak történetet mesélni.
gondolom. Aztán lehet, hogy... Gondolom majd itt inkább a fura akcentusú kurvának a kapcsolatát vagy helyzetét fogják azzal beágyazni, hogy igen, szólt valakinek, és akkor a Renirával ő erről beszélni fog. És az majd a következő epizódban lesz egy fontos tényező. Hát, jó, de hát mindegy. Szóval meg, hogy akkor pont ő, tehát, hogy pont a másiknak szólt, és ő pont tudta, hogy akkor melyik, vagy... Na, mindegy, hát szóval most már nem lesz, ki tudja ezt bizonyítani. Na, ez maga a következő... Ha menjünk előre, bocsánat, akkor... De ez... Hogy lehet egy ekkora zicsert kihagyni, bazd meg? Hogy fel van véve úgy a jelenet, ugye arról beszélünk, hogy beosonkodott a gonosz iker, eljutott egészen a Reniráig, akkor felbukkant a jó iker, összecsaptak egymással, direkt úgy volt vágva, hogy te se tudd már, hogy melyik-melyik, hiszen ugye mindketten Kingsguard egyenruhában vannak, ikrek ugyanúgy néznek kézé, és az egyik megöli a másikat. És én úgy ültem, hogy ez a, amiről beszéltem korábban, ez a Helena vonal, ugye a Helena tud arról, hogy az Alicent meg a Kristenkor dugnak, ez ennek a százezerszerese lehetett volna azzal, hogy föláll a valamelyik Erik, és mond valamit a Renirának, akkor nyilván a Renira az nem tudom én hány részen keresztül lehetett volna bizalmatlan, és te néző is, tehát hogy ezt azt hittem, hogy erre fog kifutni az egész, hogy te néző, nem tudom én most, akár évadokon keresztül nem vagy biztos benne, hogy ez melyik. De az hogy kurvára az... elvette volna a fókuszát. Miben ő lett volna egy a főgonosz, vagy a főszereplő, a hülye Erik. Értem, hogy mit mondasz, de nem kell évadokról érted, beszélni, hogy... hanem pár rész maximum. Jó, nyilván, tehát lehet, hogy ez... De én azt gondolom, hogy ez tökre működhetett volna, hogy nyilván azt mondta volna akármelyik is az, hogy azért a túl, aki a Renirával van, és azt szerintem ebből tök jó dolgot ki lehetett volna hozni, hogy tényleg az? Vagy a másik hazudja azt, és akkor nem tudom én, 3 évaddal később kiderül, hogy hátba szúrja a Renirát, vagy azt, hogy amikor azt hinnélt, hogy hátba szúrja, akkor mégse, meg kiderül, hogy tényleg ő a jó. És akkor... Az átból lett volna nagyon. Én bírtam volna. Jó, az biztos, hogy így ebben a formában ez nem volt annyira érdekes szerintem, tehát igazából igen. Megint egy ilyen, tudtuk, hogy a Renira úgyse fog meghalni, akkor a jó legyőzte a rosszat, és annyi volt itt a csavar, hogy akkor a jó megölte magát, mert ő nem bír. De miért bír ezzel a tudattal élni, hogy megölte a testvérét, és kész. Tehát neki nincs értem, hogy az életének jó, oké, elfogadom, tök mindegy, úgy 20-rangú karakterek voltak, csak ebből a szituációból azért többet is ki lehetett volna hozni szerintem. Egy ilyen Hitman pályánál kb., hogy most ment a Hitman, és akkor végén ott volt az áldozat. Tehát, ja, ez kicsit fura volt, meg most az, hogy az első rész is ugyanerről szólt, második rész is erről szokott, most minden részben az lesz, hogy mindig látunk valakit, aki meg akar ölni a királyt, vagy a királynőt, és akkor ez lesz az évad. Hát ez egy teniszmes tulajdonképpen, most ezt egyik adja, a másik pedig ugye visszaüt. Szerintem ez itt tök rendben van, itt 2 epizódnak az erejéig, és ráadásul igazából szerintem ennek van egy ilyen tök szomorú része, hogy tényleg itt családokat és testvéri kapcsolatokat tesznek tönkre azért, mert ezek állandóan bosszúra éheznek, és amúgy kurvára nem tudnak maguknak semmit sem megoldani, és akkor így kurva büszkék erre a tervükre, hogy jó, akkor ugrasszunk egymásnak testvéreket, és akkor tegyük tönkre őket teljesen. Szerintem attól függetlenül, működik nem a volt... propaganda. Nem voltak ilyen hiper-szuper fasza módon felépítve ezek a karakterek, a mélyen lévő dráma és az a tragédia, ami az egészet áthatott, az szerintem rohadtul működött. Igen. Igen, tehát itt azért is érzem ezt másnak, mint a Gergő is elmondott, hogy itt azért ez az, hogy ilyen harmadrangú mellékkaraktereket látunk egymásnak feszülni, és hogy mi van mögöttük, hogy igazából 2 testvért látunk, akik igazából csak oldalt választottak, és emiatt öli meg egymást, vagy hát az egyik a másikat. Tehát, hogy ez milyen szörnyű, és tragikus, és szomorú, és aztán ugye, hogy a jó meg nem bírja elviselni, hogy a kötelességét teljesítette, viszont azt nem tudja elviselni, hogy megölte a saját testvérét azért, mert kötelességét teljesítve kellett megvédenie azt, amiért
úgymond esküdtet. Tehát ez szerintem egy nagyon apró, de ha így mögé látunk, vagy nézzünk, hát, akkor ha elvégezzük azt a munkát, amit az írók nem végeztek el, akkor nagyon jó, csak ebből lehetett volna egy tényleg érzékelhető drámát. Igen, látni. Hogyha adagolják. Fel van építve, vannak nekik jeleneteik, amikor egymással beszélgetnek, és megismerik őket, és hogy mi van. Nem azt mondom, hogy róluk kell szólni, de azért a Sárkányok házára eddig is egy kis kritikaként az ráírható volt, hogy nem annyira elmeséli a történetet, hanem így felsorolja az eseményeket. Hogy ez történt, meg az történt, meg az történt. Kicsit így sűrűbb a történetszövése, ami ebben a szempontból most egy picit nekem rosszul jött le, hogy éreztem, hogy, vagy tudtam, hogy érezni kéne itt a nagy drámát, hogy a Erik megöli magát, mert a testvérét meg kellett ölnie, és ez milyen durva. Oké, megmondtam vállamat, hogy hát jó, ennyi. De igen, szóval ez biztos, hogy a évadnak a abszolút a 0,1%-a, tehát hogy konkrétan rohadtul nem lesz ez már fontos a későbbiekben. Persze, meg amit most itt elmondtál, az még mindig érződik ezen a sorozaton, hogy ez egy történelmi könyv. Tehát, hogy itt nem azt látjuk, amit egy tűzéség dalán a trónok arcában, hogy itt karaktereket látunk, akiknek a történetét elmesélik, hanem itt egy történelmi tablóból dolgoznak a készítők, és azt próbálják így film vagy sorozatra vinni, és ez érződik, tehát, hogy itt bele kell sűríteni ezeket a dolgokat. Annak idején emlékszem, amikor így megjelent az a Iker pár, akkor így beszéltük adásban, hogy nem is tudom, mi, már vagy viccesek voltak, vagy valamilyen fura dolgokat mondtuk róla, és akkor írták kommentbe, hogy ők fontosak lesznek a jövőben. Oké. Okay. Ez volt a fontos? Vagy még fontosak lesznek? Jönnek a mások, és ők életek élnek? Vagy vannak még Erikek, csak nem tudtuk. Egy a Tyrellnél van, egy a Starkoknál. Igen. És neki úgy van, hogy jaját meg a szakállat. Ők lesznek így ennek a sorozatnak a Temuera Morrisonjai? Hát lehet. Jaj. Hát figyelj, még lehet, hogy egy ilyen zombi klón hadsereget fognak csinálni Erikekből. Erikek, az jó. Klónok támadása, igen. Ja. De nem, hát az akkor így az Erik az egyből egy több eszám, hogy Erik. Bocsi. Húha. Hát azért ez nem pattant ez a labda. Csak így. Hát ez inkább így bum. Igen. És mind a két rész úgy ér véget, hogy Alicent egy kínos szexjelentben van, itt is ugyanezt láthatjuk, hogy mégiscsak megint összefekszik Kristonnal. Én nem tudom, hogy miért ez volt itt az utolsó jelenet, tehát hogy miért ezzel búcsúztunk az epizódtól, de biztos, hogy fontos. De már előtte még a párbeszédje az apjával, hogy mondja neki, hogy hát vétkeztem, és az apja az, hogy kurvára leszarom. Igen, nem akarom hallani. Mit csináltam, hogy itt szerencsétlen, én elhúzok innen, old meg az életet. Ott teljesen ki van égve. Nekem az nem erről szól. Tudom, csak viccelünk. Persze. Csak tréfálkozunk itt, Gáspár. Jaj. Külön van ez a humor. Humor nevű dolog. Mi? Néha mi? Van. Hunor? Igen. Ki? Oké. Okay. Szóval, ja, ez volt tehát a második rész, Rhaenyra the Cruel. A harmadik részről nem sokat tudunk, június 30-án jön elvileg Amerikában. Ja. Nekem van egy negyed gondolatom. Ilyen apróság részről, hogy a Alicentnek a fürdései, ahol szóba kerültek, hogy aztán az első részben mondja ez a három, tehát ugye mondja neki a Alice, hogy kipurgáltam minden árulót, és jaj, senkiben nem lehet bízni se többé, és ugye utána azt látott, hogy három cselédlány mosdatja, ugye akiket kiküld a francba, és az összes többi ilyen résznél meg ott már egyedül van. És lehet, hogy én látok bele sokat, de nekem ez is egy kicsit egy ilyen érdekes dolog arra, hogy a Larissa az így beparáztatja, hogy ilyen paranoiddá teszi az Alicentet. Uh-huh. És szerintem ez is egy érdekes valami lehet, hogyha ő, ha nem vallásos lesz, akkor ilyen durván paranoid, hogy mindenki elkezd ellenséget látni. Joggal. Szerintem hát, ő amúgy... Vagy joggal, vagy nem. Attól fél, hogy mekkora hatalma lesz a Larissnek. Tehát, hogy
a Larrysnek ugye egyre nagyobb a befolyása ezáltal, hogy mondjuk nyilván most kipurgált minden rossz embert, de kiket fog a helyükre? És kitrakott a helyére. A saját embereit, nyilván meg a saját besúgóit, és ez így azt jelenti, hogy tulajdonképpen a Larrysnek a kezében van, és szerintem az Alicent nem a többi bűnökostól fél, hanem attól, hogy konkrétan nincsen privát szférája, mert a Larrys mindent tud, és ki tudja, hogy a Larrys ezt mire fogja használni, mert oké, hogy a Larrys az hát pici fétis kielégítést kapott az Alicentől korábban, és nem tudni, hogy most jelenleg neki hol van a hűsége, mert én sem vagyok benne biztos, hogy hol van jelenleg neki a hűsége. Ő most szerintem ilyen Hand of King akar lenni amúgy, ő szerintem most odáig akarja felküzdeni magát, de hogyha ez úgy a busz alá kell lökni az Alicentet, szerintem be fogja lökni. Jogos, ezt akkor minimálisan félreértelmeztem, de tök igazad van, hogy ez meg még erősebb, hogyha ő a Larrystől tart ennyire. Hát jó, ennyi. András, nem tudom, miért mondtad azt, hogy nem tudunk semmit, hát a Gita Faszant Patel rendezi a jövőleti epizódot, akinek mindennyien tudjuk a filmográfiáját fejlődni. Hát az Ahsoka a hetedik részét rendezte, amivel a teknősök voltak, úgyhogy voltak teknősök az Ahsokában? Igen, meg a, hát ugye a, legyünk igazságosak, a Lord of Tides című epizód is rendezte. Aminek mindannyian tudjuk így fejből a cselekményét, hogy abban mi volt. Persze. Hát abban volt az a híres ötsora jelent, amikor már haldoklott a Viserys, és próbálta még ott békíteni. Na, az mondjuk jó volt. Ja. Jó, hát akkor nem csak... A nevét szeretném, ha még egyszer kimondanád, mert... Gita Faszant Patel. Jó. Okay. Igen. Ez ott az indiai vizsgál, vagy mi a... Nem mondom, hogy nem azt hallottam, hogy a gitárfaszán van valami, úgyhogy csak így... Azt hittem, valami rasszista poént akarsz elsütni. Hát ez egy közepesen rasszista voltam, úgyhogy... Nem, ez csak az Ákos... Ákos falusi tájszólását nem sikerült. A Vas megyei dialektusom miatt. Megint kilógba az meg a kapanyél a szádba. Igen, mindig. Oké. Okay. Ezután az enyhén kínos közjáték után még azért azt kérdezném tőletek, hogy én legalábbis azt érzem, hogy ez kicsit ugye George R. R. Martin által irányított sorozat, és tele van egyelőre fölöslegesnek tűnő karakterekkel, akik így nem tesznek hozzá semmit, de itt vannak, mert a történelem könyve benne voltak. Tehát például Rhaenys. Tehát ő mit csinál? Hogy ő miért van itt? Ja, a herceg, vagy a király. A Léna gyerekei, a fekete lányok mit csinálnak itt, miért vannak itt, és még egy csomó egyéb ilyen karakter, ami biztos, hogy később lehet, hogy fontos lesz, de egyelőre én ezeket ilyen, tehát hogy egy jó adaptáció lehet, hogy ezeket így kiszűrte volna, vagy összevont volna a karaktereket, hogy nem két lánya van a démonnak, hanem csak egy, meg mit tudom, csoda, szóval ebből a szempontból még nem döntöttem el, hogy jó ez így, vagy sem. Hát gondolom, itt tényleg az van, hogy valószínűleg a Martin azért tudja, hogy kinek milyen szerepe van, meg kit miért írt bele a történetbe, és ő próbálja a felszínen tartani őket, csak nyilván egyikünk memóriája se olyan jó, hogy tényleg egyszer szerepelt, tényleg tudom, hogy ki ez, hanem így nézzük utána az X-Plane videókat, meg a Redditet, és akkor onnan infoljuk. Hogy ezt tudnom kéne, és persze, hogy nem tudom, mert mostoba fasz vagyok. Tehát, hogy kardozzanak meg, legyenek csöcsök, és akkor azt értem. Én ezt részben tudok ezzel azonosulni, mert ilyenek, hogy mondjuk, hogy két lány helyett egy elég lenne, azt alá tudom írni, vagy hát nyilván mostani tudásunk szerint, de én egyébként azt bírom, hogy vannak ilyen karakterek, akik ott vannak, néha felbukkannak, de hogy nem mert nekem ettől lélegzőbb az egész, meg élőbb az egész, hogy nem azzal, hogy pont van pont öt karakter, és pont az az öt karakter a fontos, és irányítja az egész birodalomnak a sorsát, hanem hogy vannak ilyen mellék karakterek, aki egy ponton fontosabb, aztán egy kicsit nem az, de akkor se tűnik el két évadra, hanem van valami kis, lehet, hogy momentán kevésbé fontos jelenete, de így ott van, mint ebben a világban létező, és ez a dinasztiához, vagy ez a családhoz tartozó személy, aki
ki tudja, hogy valaha fogja az események folyását bármilyen módon megváltoztatni, vagy azokat bármilyen módon érinteni. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem is. Nekem ezzel ilyen szempontból nincs bajom. Na, hát meg kell várni a történet végét, tényleg most nem fogja. Nyilván a Ryan Condalék tudják, hogy hova tart ez az egész, meg bárki, reméljük, aki olvasta a könyvet. De úgy értem, hogy érted, aki olvasta a könyvet, tudja, hogy hova tart, meg persze. Lehet, hogy már kommentelők, vagy a hallgatók így már is írják a kommentet, hogy hát, de hát a izé karakter az majd lesz itt-ott. Tehát, hogy még... Ezt ne! Léci! Meg tudjuk, hogy a Trónok harcában is Geoffrey elmondta ezt a sztorit, itt volt valami jelenet, semmire nem emlékszem abból, úgyhogy hadd élvezzük ki a történetet úgy, hogy nem ismerjük a végét. Köszönjük. Bár most egy nem happy end. Nem happy end a vége. Igen, igen. És ez tök élvezetes egyébként, hogy nekem fogalmam sincs arról, hogy most ez hány évtizedet ölel fel, hogy most kiket látunk majd öregen, vagy látjuk-e őket, tehát hogy semmit nem tudok, és ez tök jó, és eddig tök jó. Nem is mondom, hogy eldodzsoltam, mert soha nem jött velem szembe, és ezt megköszönnénk, hogyha tényleg komment formájában se jön eszembe, hogy is alakul ez a történet. Tegnap buta módon valami epizód kommentet elolvastam, és így kurva nagy spoilerbe beutott. Na, és hol? És a hárombetűs portál. Ojj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 j
444-en? A 444 az nem betű. Tudtam, hogy befogtam. Jó, ebbe beleszaladtam. De pont ott, ahol gondoljátok, és így tudom, mondjuk ki, Gergő, mondjuk ki. Nem, nem, mert utána az emberek meg fogják keresni, és akkor utána meg izé, nem, ne olvassatok de kommentet, semmilyen mit csinált az HBO? Ja, a Max. De pont ezért kell kimondani, vagy Gergő, hogy tudják a hallgatók, hogy mit kell elkerülni. Mit kell letiltani. Igen. Hova ne menjenek. Jó, nem menjetek az IGN-re. Igen. Nem mondtuk, hogy melyik ország IGN-e, lehet India is, vagy Norvégia, de IGN-nel óvatosan, mert és nem is a kommentek, igen, egyiket most ez zárójelben mondom, hogy vállalhatatlan a komment szekció mindig. Tehát a Facebookon is, meg a cikkek alatt is. Tehát hogy egyáltalán kommenteket olvasni az IGN-e szerintem egy ilyen érfelvágással ér fel. Úgyhogy Gergő, nem tudom, hogy miért akartál egyáltalán kommenteket olvasni az IGN-en, úgyhogy ez egy jó lecke volt. Nem fogok rá csak utalni se, hogy mi volt az, valószínűleg ez nem is most fog még megtörténni, jó. De ja, úgyhogy hát jó. Mindegy, annyit tudunk, hogy lesz harmadik évad, az fix, az már be lett rendelve amúgy a második évad premierje előtt, úgyhogy amúgy még sokáig fogunk Sárkányokházat nézni. Azt nem tudom, hogy maga a sorozat milyen hosszúra van tervezve. Hát ilyen 4 vagy 5 évadot mondtak maximum. Aha. Hát mondjuk négy az így erre pont elég lenne. Meglátjuk, ugye a második évadra is azt ígérték, hogy itt aztán háború lesz, ami még lehet. Nyilván két rész alapján ezt nem mondhatjuk el, de az alapozás az zajlik. Meglátjuk. Mi lesz így még van. Itt? Nem tudom, mit pörögtök, hát viszont tudjuk, hogy a Targaryenek maradnak a trónon, tehát nem tudom, miért kell ezen itt. Köszi a spoiler. Igen, mert a trónok harca nem így kezdődött, hogy Targaryenek voltak a trónon. De hát ezt ki látta? Ez mikor volt az? Ja, bocs. Ez régen volt, mert elfelejtettem. Ja. Spoiler, Robert Baratheon fel fog lázadni a Targaryenek ellen, és ő lesz a király. Aha! Micsoda. Jó, de mi lesz Sir Sexyvel, vajon? Felcsinálja a királynőt, vagy nem? Sokkal érdekesebb. Mi lesz Corlys hajával? Isten. Engem az érdekel, hogy lesz még nagyobb időugrás, és ugyanaz fogja játszani akkor is a Sir Sexy. Igen, mert itt már 50 évesnek kéne lennie, de még úgy néz ki, hogy 20 éves csávó, de most kapott egy kis borost, hát úgyhogy nagyon öreg. Na jó, minden esetre élveztük ezt a kibeszélőt, remélem ti is élveztétek, a Lost spoilerért bocsi, reméljük, de azért nem volt olyan erős spoiler. Nem volt az, hát nem mondtuk el, hogy egy éven keresztül elnyomogatta a gombokat, és aztán nem kopjett. Nem mondd el. Ismerek olyan embert, aki most nézi a Lostot, és lehet, hogy nem örülne annak, hogy ezt hallotta. Minden esetre... Az nagyon gyorsan vegyek ki a füléből a biciklin a fülhallgatóba. Vegyek ki a biciklit a füléből, és essen bele a fülhallgatóba.
Ákos is így kezdte, aztán látjuk. Hova került? Igen. Az. Ja. Milyen jó nekem. Ákos, holnap jön az Acolyte új része? Jó, micsoda. Nagyon jó helyen az vagyok. Az is érdekel. Mi lesz? Kurvára jó lesz. Jó lesz ez. Na, oké. Akkor még egyszer, tehát nagy köszönet mindenkinek, írjátok le, tehát a véleményeteket a podcastről, az epizódokról, kövessetek mindenkit mindenhol, és hamarosan jelentkezünk, addig is pedig minden jót kívánok nektek, sziasztok! 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 Hey. Yeah.